Jó. Megy. Remek. Üdvözlök mindenkit. Akkor kezdjük azzal, hogy akinek nincs karaktere, vagy nem már meglévő karaktert szeretne használni, azzal csinálunk karaktert, mert ez szükséges a játékhoz. Ehhez mindenki hozzon létre magának egy valamilyen dokumentumot, amit bejegyzetelni tud. A burály akkor jöhet, ugye? Jöhet. Vannak előre generáltak? Nincsenek, de meglepően egyszerű lesz. A játékban szabályismertetés is. Négy fő tulajdonság létezik. Egyébként van egy nagyon ergonomikus karakterlap, egy üres a szabálykönyv végén, a legvégén. A négy fő tulajdonság az a henge, ami a szellemként mutatott erődet jelzi. A animal, ami a bármilyen állati tulajdonság, tehát erő, gyorsaság, szaglás, bármi, ami ilyen állati kapcsolatos. Van az adult, a felnőtt, az arról szól, hogy milyen jól tudsz olvasni mások érzelmeiben, milyen jól tudod eltitkolni a saját érzelmeidet, és hogy az emberi világban milyen jól boldogulsz. Tehát, hogy ha rendkívül alacsony a edült értéked, most nullás nem engedek, de ez elvileg nullás is lehetne, akkor például a villanykapcsoló funkciójával se vagy tisztában. A legutolsó a child, az azt mutatja meg, hogy a milyen nagy beleérzéssel tudsz játszani, és milyen jól tudod kimutatni az érzelmeidet. Mind a négy tulajdonság egy 1-től 4-ig terjedő skálán vásárolható, amin a 2 az átlagos, és 8 pontotok van, tehát akár mindegyik lehet 2-es. Ezt akár mindenki tetszőlegesen el is oszthatja, ez igazán egy nem bonyolult dolog. Csak úgy érzésre, igazán olyan üde nagyon elrontani semmit nem lehet. Szabolcs közben jól sejtem éppen a kedvese után kutat. Kérdés? Még nincs. Itt még valóban nincs. Majd lesz, ne aggódj. Tudom, tudom. Hány weakness-t engedsz egyébként? Egy, kettő vagy három. Jó, azt tudom, hogy hármat lehet, csak hogy te mennyit engedsz, de akkor hármat. Jó. Még annyit nem veszek föl szerintem. Ott még nem tartunk. Jó, hát én dog, kutya szeretnék lenni, hogyha az úgy lehet. Lehet, vagy persze. Azt hiszem a Szabolcs is azt hoz majd, de alapvetően lehet több is. Hát megkérdezem majd, hogy itt zavarja. De még ott tartunk, hogy elosztottátok a tulajdonságokat? Igen. Szabolcs? Ő most nincs ott a gépen, és le is van nyitva. Igen. Az én karakterem itt van, bemásoltam a csetbe. Én a guráján nem változtattam, mert nekem a múltkori elosztás az teljesen tetszett. Jó. Úgyhogy ha az neked le van mentve, akkor az teljesen jó. Nincs. Vagy legalábbis nem tudok róla, hogy meg lenne év valahol. Jó, akkor beteszem toolboxba, aztán átküldöm, ha gondolod. Nem kell, az rendben volt. Arra emlékszem. Jó. Ha jól látom... Henny is mindjárt jön, csak még eddig nem használt hangoutot, úgyhogy egy pár bővítményt telepíteni kell, azért rohantam el az előbb is. Jó. Úgyhogy én folyamatban neked amúgy csak egy karaktert alkotni addig is. Persze. Jó, ezután következik az, hogy mindenki választ magának fajt. 6 faj van a játékban. Ezek a róka, a nyúl, a vízhangzó. Hi, Henriette. Hello. Szia.
Egyelőre hallgat. Na, tehát a róka, a nyúl, nála visszhangzom. Igen. A kutya, a macska, a madár. Jaj. Még semmi. Rakun. Igen, a nyers kutya, csak. A víz. Sziasztok! Hello! Miért hallani? Csak én nem hallok semmit. Viszont most nem visszhangzom. Jó, Matyi, neked sikerült választani a felsorolásból? Melyik mit számít? Ezek valamit számítanak azon felül, hogy egyszerűen csak nyúl és nyúl? Én különböző erejük van, ahogy én olvasgattam, meg különböző gyengeségeink. Igen, de magyarázom én. A mindegyikhez tartozik. Jaj. Au, most is? Igen. Szabolcs, nem tudnátok egy gépen lenni, és ez megoldaná a dolgot. Szabolcs nincs itt. Mert durván. Annak lenémítottam őt, és úgy nem addig. Bocsánat, csak nagyon zavart. Mert durván visszhangzott. Na, tehát az lenne, hogy mindegyiknek van 6 alapvető ereje, amit megkapsz azzal, hogy kiválasztod a fajt, és ezen kívül van 6 választható erő és gyengeség kombinációja, amikből egyet, kettőt vagy hármat lehet választani. Igazából, hogyha ezt kiválasztottad, kész van a karakter. Majd, hogy nem teljesen. Értem. Igen, ezeket hol tudom megnézni, hányadik oldal? A 42. oldalon kezdődik. Köszönöm. Pillanat. A Henny ideül a gépemhez, mert képtelenség beüzemelni a fejhallgatóját Hangouthoz. Jó, pont ezt javasoltam az előbb, hogy egy gépről dolgozzatok, mert iszonyatos visszhangozás volt. Jó, majd cica lesz, úgyhogy összerakunk neki egy cicát. Jó. Nagyjából ismerem a szabálykönyvet, úgyhogy megpróbálok neki segíteni, aztán ha véglegesítünk, akkor átbeszéljük, jó? Jó. Addig én Rékának és Matyinak igyekszem segíteni, viszont ha ilyesmi kommunikációt folytattok, akkor addig lőd majd le a mikrofont. Akkor én madárka leszek. Madárka? Jó. Aha. A madárkának ugye a legalapvetőbb különleges képessége, hogy tud repülni, és egy jellemző hátránya lehet, hogy madáragyú, hogy rendkívül rövid távú memóriája. Ezt hozza példának a játék, de ez nem kötelező. Tehát neked a madárkának a második oldalán át felsorolva 6 weakness-t és 6 additional power-t. Itt mindig az egymás melletti tartozik hozzá, tehát a madár agyúsághoz a bíz a szélben nevű power tartozik. A mellette lévő szám az egy költséget jelez a játékban, amit el fogok mondani. Ha nulla, akkor ez egy passzív képesség, amit nem igazán kell bekapcsolni. Segítsek ezeket fordítani? Nem, nem kell, köszönöm, mindjárt átpörgetem. És akkor hármat választhatok maximum, ugye? Maximum és minimum egyet. De lehet akár kettő is. Három az már tényleg, főleg ilyen szerepjátéki jellegű, nagyon komoly blokkokat tud behelyezni. Tehát, hogy nagyon sokszor a cselekvés érdet, ez ténylegesen be tudja gátolni. Réka? Én? Hát, hogyha szabad, és nem baj, hogy két ugyanolyan van, akkor nekem egy naív kutyus lenne a
Naív, és csak ez az egy. Igen. A naív kutyák, tiszták, ártatlanok, nincs benne a természetükben, hogy bárkivel szemben bizalmatlanok lennének, nem tudsz bizalmatlanságot mutatni. Igen, átolvastam. Igen. És megnézem, mi a képesség mellé. Az I love everyone. Én azt nem értettem, nem tudom, hogy itt a connection itt a játékban mire jó, úgyhogy... Aha, ez aranyos. You truly love the whole world from the bottom of your heart. You start your story with connection to love for everyone at strength of three. You do not get a connection back. Ja, értem. Jó. Ez azt jelenti, ez az erő, hogy neked van a mindenki felé egy connection, ezt a connection-öknél el fogom magyarázni, neked lesz egy extra kapcsolatod a játékba, ami úgy általában mindenki felé fog irányulni. Jó, akkor majd a connection-t elmagyarázod. Igen, azért nem tudtam. Jelen lesz és fülelni fog. Szerintem Szabolcséknak sem árt majd a emlékeztető. Azt úgy értettem, csak ugye a connection nem tudtam magam micsoda, hogy itt játékban mi. Akkor ezeket jegyezd le. Oké. Magamnak felírtam már, így viszont egy Google Plus-on, hogy lehet megosztani ilyen dolgot, ahol felírtam, azt nem tudom. Ezt csinálsz egy drive-on egy fájt, és azt megosztod. Matyi is ezt csinálta. Drive-on egy fájt. Oké, nekem... problémáim vannak, úgyhogy megnézem, mi merre vagyan. Right. Oké. Okay. És én választottam én a chatter és a listen app. Ja nem, bocsánat, elnézést félbeszéltem. A delicate-et és a tranquility-t választottam. Delicate azt jelenti, hogy a földön nem vagyok túl ügyes. A tranquility pedig az, hogy nem tudom, mit jelent az, hogy by embracing someone itt ebben a játékban, konkrétan ez mit jelent. De az a lényeg, hogy meg tudok nyugtatni embereket, hogyha meglepettek, hogyha elveszítettek egy hitatkozást, vagy hogyha van valamiféle problémájuk. Akkor fel tudom őket hidítani, vagy valami ilyesmi. Pillanat. Mi volt a másodiknak a neve még egyszer? A chatter? Hát ez egy pár, nem? Nem. Elikét meg a Tranquility, ezek együtt. Ja. Igen, tehát az a Tranquility az az erő hozzá, igen. Igen. Okay. És azért nem kérdezni, hogy az első oldalon lévő dolgok azok mit jelentenek? Tehát a powerek, az a little bird wings. El fogom magyarázni. Az embrace az szerintem itt nagyon szó szerint kell értelmezni, meg kell hozzá ölelned. Oké. Okay. A első oldal. Neked. Van egy nagyon rövid kis leírás arról, hogy milyenek a madarak. A képességek pedig, az első képesség az jellemzően egy ilyen passzív dolog, ami abból ered, hogy madár vagy. A little bird az azt jelenti, hogy ha valaki meglepődik, téged nem lepődik meg. A többi, mindig a zárójelben lévő szám az egy úgynevezett wonder költséget fog jelenteni, amit csodának fogok a továbbiakban hívni. A csoda az egy pont, ami elég gyorsan fog szaporodni a játékban, majd elmondom miként, és annyi csodát kell elköltened, amennyi a zárójelben van, amit néha befolyásolnak egyéb hatások.
Aha, és akkor lényegében nekem mindegyik megvan az első hat, ugye? Az első oldal az alapvetően azt minden madár tudja. Értem. Köszönöm. És ahhoz, hogy alkalmazd, a Wings az akkor érdekes, hogyha ember formában van. Tehát szerintem alapvetően tud repülni egy madár, de a Wings nevű képessége az ember formában is repteti, ha jól emlékszem. Uh-huh. A madarakat miatt angyalok. A többit elolvasom, oké. Okay. Jó, ha szabályszerűen mindenkinek szükség lesz rá, hogy válasszon nevet a karakterének. Ez nem jelentéktelen, mert mindenki felírja a összes többi karakternek a nevét. Uh-huh. Erre érdemes lehet egyébként egy négy oszlopos táblázatot kreálni. Na, én csinálom már a cuccot, csak még installálja magát, úgyhogy... Jó, akkor a Matyinak mondom, hogy a docsheetban érdemes lehet beilleszteni egy mondjuk egy 6-szor, egy 6-sorszor 4 oszlopos táblázatot. Uh-huh. Mert az később kényelmi funkciót fog neked ellátni. Okay. A minden... Not. A jobb oldali sávjá, mondjuk a harmadik oszlopba érdemes felírni a többi játékosoknak a nevét. Vagy karaktereknek írjuk fel a nevét. Tehát mindenkinek legyen neve, viszont a név az nem teljesen szabadon választott, mert úgy nem lenne meg a hangulat, hanem van nekünk egy névgenerátor táblázatunk, amiről viszont lehet majd válogatni, erre mindjárt mondok nektek egy oldalszámot. Alapvetően két neve azoknak van, akik vagy nagyon öreg rókák, ez a 40. oldalon van, vagy házi állatok. Aki például szabad, mint a madár, annak jellemzetesen egy neve van. Uh-huh. És azt ebből a táblából érdemes kiválasztani. Vagy valami hasonló, tehát ha valaki japán nevekben otthon van, akkor lehet olyat választani, csak hogy hangulatában, hangzásában valami ilyesmi legyen. Uh-huh. Jól van. Mert a Szabolcsnak a kutya karakterét például Güreinek hívják, mert szürke, de az alapvetően a Grey japánosítva. Uh-huh. Ilyenek például lehetnek. Ilyen nevek vannak, pocsi. Oké. Okay. Egy nagy lépéssel sikeresen végeztetek, akkor tájékoztassatok. Na jó. Itt írja. Matyi, ez a karaktered neve? Uh-huh. Jó, akkor mindenki írja fel az összes többi karakternek a nevét, akinek van táblázat, annak érdemes a harmadik oszlopba. Most én is puskázok egyébként közben. B
Bár a karakterlapon egyébként a úgymond a negyedik oszlopban van, de ez máshogy érzem. Teljesen jó a harmadikban. Grey kutya. Nem azt mondtad, hogy a harmadikban. Lehetősen csinálom, de most azért belinkeltem. Bocsánat, mondjad, mit szerettél volna? Harmadikban lehet, tehát, de azért, hogy te tud majd követni. Van még, hogy hívják a karakteredet, Réka? Na, Poyo. P-O-Y-O. Ott belinkeltem a Google Drive-os dokumentumot elméletileg, megengedte. Megosztva. És ő is egy kutya? Igen. Naív, kutyus. Nem osztottad meg. Jó, már rájöttem közben. Nem privát. Link, igen. Oké. Okay. Jó, ez... Szuper. Mindenki sikeresen végrehajtotta? Jaj, most már miért engedi. No, tehát akkor van a Hanabi, aki egy madárhenge. Van-e a Poyo, ugye? És akkor ő egy kutya. Igen. Szuper. Akkor ugye van a Henny karaktere a Naru. Akkor ő cica. És akkor az én karakterem a Gurei, az pedig szintén kutya. De bemásolom a nevét, hogy le tudjátok írni, mert alapkönyvben Greyként volt, de hát ez túl fantázik. Tudom. Jó. Most a bal oldalra mondok majd példákat, hogy miket lehet, mindenki döntse majd el, a első vagy a második táblába lehet beírni, inkább az elsőbe, hogy te milyen érzéseket táplálsz a másik karakterével szembe. Hát ez nálam úgy. 143. oldal. Ja igen, Réka, te írd fel azt egy extra sorba, hogy a bal oldalra, hogy love everyone. Uh-huh. Okay. Valami ilyesmi. A 143. oldalon vannak felsorolva, hogy milyen jellegű connection-ök léteznek. Nekem csak pozitívat lehet kiválasztani akkor. Pozitívat lehet kiválasztani. Ez mind csak pozitív. Nekem inkább szerepjátékos hatása lesz, és mindenki írjon majd be egyelőre mindenhova a mellette lévő oszlopba egyest. Okay. Kivéve Rékát ugye, aki a Love Everyone, az egy hármas neki. Uh-huh. Jó, mindjárt kitalálom, hogy mit hova írjak. Na, és ha ezzel sikeresen végeztetek, akkor egyesével végig fogunk menni, és mindenki elmondhatja a többiek felé, hogy mit érez iránta. Ez azért fontos, mert az utolsó oszlopban oda kell írnod, hogy feléd ő mit érez, ami szintén egy egyes értéket kell kapjon. Levolni nem lehet egyesen. Tehát azt egyelőre nem lehet beírni. Én a hármassal valamit nem választhatok? Ezzel... A hármasod az fixen egy love everyone, ott nem kell semmit beírnod. Jó, akkor most, de connection-t akkor attól még kell választanom hozzájuk, nem?
Vagy nem, akkor... Igen, igen, az a love everyone az olyan, mintha egy személy lenne, de az a mindenki. Tehát amellé írjál be egy hármast. Jó. Ez elég fixen egy láb. Az jó helyen van, ott nem kell kitörölni. Jó, és akkor három. Mert beírtam elé, já. Ott is. Jó, akkor... Szabos, hogy haladtok? Épp azon gondolkodunk, hogy kit milyen érzelem mert tudnánk kifejezni, de egyelőre még nem. Jó. Maki, neked ez végleges, amit látok? Nem, ez csak ilyen első nekifutás, amit még legyobb meg. Egyébként később ezt lehet majd változtatni. A többiek koncepciója, egy nagyon megkavarhatja azt, hogy mit akarok. Mit lehet. Uh-huh. Jó, viszont... Réka még semmit nem... Igen, igen, bocsánat. Én el vagyok veszve egy picit. Én mindjárt megcsinálom. De a kérdésen akkor tedd fel, mert csak el vagy veszve, akkor próbálok majd. Ja, igen, igen, most olvasom, hogy mi micsoda. Igazából engem a Google Drive-val való baromkodás kavart be, különben ellenék, csak az, hogy még oda is nézem, írom, az egy kicsit megzavar, de megcsinálom mindjárt. Ez nem volt kötelező, ez pont, hogy a kényelmedet kellett volna összolgálnia. Látom, Matyi már szerkesztgeti a szövegkihúzós részeket. Mm-hmm. Jó. Van, aki már elkészült? Úgy érzi? Akkor lehet, hogy én állok a legjobban. Nem zárható ki. Akkor szerintem mondd el, hát azzal tudtok segíteni egymásnak, hogy mit érzel a Naru nevű cica iránt? Jó, a Naru nevű cica iránt én tiszteletet érzek, szóval respektálom. Ővele lesz a leghidegebb a viszonyom, mert macska, meg egy madár vagyok. Igen. De tisztelem. Henny, a cicád mit érez a madár iránt? Az étvágy az nem jó válasz. Én kedvelem a madarat. Jó, akkor... Nem derült ki, hogy miért te kedvelem. Mi ez egy egyes erejű like. Jó, te pedig írd be az egyes erejű respektet. A továbbra is... Matyi karaktere felé megy a kérdés, milyen kapcsolatot ápol a kutyussal? Hát a Gray-el, vagy a Gray-el, ezzel nem tudtam mit kitalálni, beírtam a Family-t, de lehet, hogy ez nem lesz jó. Mindenkinél más típusú kapcsolatnak kell lenni, vagy lehet ugyanaz? Lehet mindegyik like. Uh-huh. Lehet, hogy csak like-olom. Az is lehet, aztán ezt mondom később még változtatható, ez csak... Jó. Egyelőre csak like. Ez igazából útmutató kell majd legyen későbbre, hogy játszott. És a Gray mit érez a cicó vagy madárka iránt? Igen, éppen a Hanabinát tartottam. Én tiszteletet.
Jó, és akkor az utolsó kérdés a másik kutya. Na hát én a madárkához tiszteletet írtam, de nem úgy hidegen, mint ő a cicához, hanem azért, mert hogy madár, és tök jó, és hogy repül, meg minden. És ez a ú. De mert az is írja a könyv, hogy azt gondolja róla, hogy lenyűgöző meg hasonlók, szóval igen. Hát az a bizonyos kutya volt, de a keretek kutyát is gondolhat így. Igen, az enyém így vélekedik a madárkára. A másik kettő, ez egyelőre lájkot írtam. Jó. A madár pedig... hogy bízik. Hát bízik benne, vagy bizalmas, trust. Aranyos. Jó, és a... valahova úgy, hogy kicsit különbözzön, de azért közel legyen a többihez, tehát mondjuk egy sor, vagy a táblázat aljára, írjátok be, hogy város, town, igen. Ami eldönthetitek, hogy milyen érzésetek van felé, a város viszont felétek fixen acceptance, tehát elfogad titeket. És ezt ő egy kettesen teszi. És ti pedig eldöntetitek, hogy milyen érzésetek van a város felé egy kettesen. Jó, közben akkor elmondom végig, hogy ha neked is meglegyen. Tehát akkor a Hanabi iránt akkor Trust, a folyó iránt Rivalry, a Naru iránt pedig Protection. Oh. Én nekem a Gurai felé like. És a cicának felé milyen van? Szabad megkérdezem. Én a másik kettő felé is like-ot szavaztam. Oké. Okay. Matyi, a város az felüled is kettő. És ezt Rékának is mondom. Oké. Okay. Akkor lehet affection. Akármi lehet. Jó. Na, most adok egy kis magyarázatot, mert az néha jól jön. A baloldali oszlop az ugye az, hogy ti mit éreztek afelé a személy felé. A jobboldali oszlop pedig abból jön, hogy ő mit érez felétek. Mind a kettőből a kapcsolatok erejének, összegének megfelelő úgymond erőt fogtok kapni, jelenetenként. A baloldaliból fogtok kapni úgynevezett csodát, tehát, hogy ha úgy minél erősebb kapcsolatotok van valaki felé a jelenetben, amiben vagytok, annál több csodát gyűjtötök be abból, mert annál többre vagytok képesek magatokból kihozni. A másik irányból pedig érzést kaptok afelől, akikkel vagytok a jelenetben. Mi csodát? Mi ez a második? Tessék? Mi ez a második fajta pont, hogy mit kapunk együtt? Érzés, érzelem. Aha. Ez a jelenetek között össze fog adódni a megmaradó érték. Az első jelenetben mindenki mind a kettőből szemmel láthatóan 5-öt fog kapni, kivéve a kutyát, aki feelingből 8-at. Pontosabban nem, Wonderből 8-at, bocsánat, Wonderből, mert a baloldalon van a Love for Everyone. Ez látható, hogy miért kapod? Wow, várjunk, én már maradtam. Én kötődöm ahhoz, meg a város, igen, és akkor most mit írjak, hova? Oké, okay. Bocsánat. Na, egyrészt a város felé érzett érzelmedet írd át kettesre. Kettesre, ja, bocsánat, igen, átírom. Na. Hol vagy? Itt van.
Igen. A baloldali határozza meg, hogy mire vagy képes magadból azért, mert szereted a többieket, illetve egyéb pozitív érzelmeid vannak feléjük. Igen, ez az I love everyone, igen. A jobb oldali pedig, hogy te mire vagy képes abból, hogy, nagyon, hogy erőt merítesz azokból az érzelmekből, amiket a jelenlétük biztosít neked. Igen, eddig eljutottam, jó? Na, ugye a baloldali oszlopba, hogyha összeadod a számokat, az nálad 8, többieknél 5. Jó. Ha jól számolok. Szerintem matyamás. Ja, hogy ez a 8, aha, azt nem értettem, akkor összeadni, jó. Egy meg kettő az... Igen, nem tudok számolni, csak egy. Jó, én sem. 8, oké, bocsánat, ezt a 8-ot nem értettem, de hogyha össze kell adni, akkor most már felfogtam, bocsánat. Oldali pedig 5. Jó, ezek mentődni fognak a jelenetek között. Van valakinek olyan jellegű hátránya, ami olyasmire hivatkozik, hogy ő könnyebb, vagy akár előny, hogy könnyebben vagy nehezebben tud kapcsolatot teremteni másokkal? Igen, nekem tőle az ijesztő. Jó, erre majd emlékeztes, hogyha próba van, mert nem tudok egyszerre 4-et fejbe tartani. Ez meg nem is az én kötelességem, hogy az ilyen jellegűekre felhívjam a figyelmet. A többieknek van valami, amit el kell magyaráznom, mert nem érti leírás alapján, vagy kérdése van? Így a képesség leírások közül, a powerek és weaknessek? Ez így. Ja, jól emlékszem, akkor ezeket a Wanderből kell megidézni, ugye? Igen. Oké. Okay. És összesen hány Wanderrel kezd egy karakter? Amik itt összeértek pontban annyival, vagy? Na, most érdemes elmondanom, mert egy jogos felvetülő kérdés lenne, hogy a feeling mire jó. A feeling arra jó, hogy a játékban, ha valamit tenni akarsz, ami nem teljesen tiszta, hogy neked ez alapból sikerül, akkor az egy próbát igényel valamelyikre a 4 tulajdonságot közül. A próbának van egy célszáma, és ha te eléred ezt a célszámot, akkor sikerült. Hogyha én azt mondom, hogy valaminek mondjuk egy 4-es értékű célszáma van, az úgy hiszem, hogy az alapból senkinek sem sikerülhet, viszont ez nem azt jelenti, hogy esélytelen vagy egy 4-es erejű próba ellen, hanem az, hogy el kell költened egy feelinget, hogy ez sikerüljön. Tehát a feelingből tudsz próbákat teljesíteni. A Wanderből pedig varázsolni. De mind a kettőt tudod használni, az az, hogy emberi alakot ölts. A szabálykönyv utolsó oldalán van ugye a karakterlap, meg az előző oldalon van egy ilyen gyors tapló dolog. Mindkettőnek az alján fel van sorolva, hogy mennyi a kosztja annak, hogy átalakulj. Ez két dolog befolyásolja. Az egyik az, hogy milyen napszak van, a másik az, hogy mennyire közel szeretnél kerülni egy emberinek nevezett formához. Ez így érthető? Nekem. Matyi? Uh-huh. Jó. Henninek pedig gondolom a Szabolcs már elmagyarázta. Próbáltam. Jó. Szerintem kezdjünk el játszani, aztán ha kérdés merül fel, akkor majd azt akkor elővesszük. A játékban teljesen nyilvánvaló, hogy ismerik egymást a karakterek, sőt, kapcsolatban állnak egymással. Jaj, még egy fontos dolgot mindig elfelejtem. A játékban nem XP van, hanem úgynevezett Dream. A Dream az egy nagyon fontos rendszer, és emiatt jó, hogy Google Hangouts-a vagyunk, mert tudjuk majd osztogatni egymásnak. Ha bárki valami olyat tesz, vagy mond, vagy csinál, ami szerinted releváns a játékkal kapcsolatban, vagy aranyos, vagy tetszik neked, vagy akármi, akkor azért adhatsz egy dreamet. Ennyi többet nem. De bármit csinál valaki, azért egy dreamet adhatsz. Független attól, hogy valamiért hányan adnak dreamet, vagy attól függetlenül te az a magad döntése, hogy adsz-e, vagy nem.
És a Dreamosztást az úgy csináljuk majd, hogy jelenetek között majd csinálunk egy ilyen elválasztást a chatben. És mondjuk, ha akarok adni valakinek egy dreamet, akkor beírom, hogy így. A fontos dolog, hogy nekem is tudtok adni dreamet, mint mesélőnek. A mesélői karaktereknek egy közös ilyen dream poolból dolgozom majd. Na most a dreamből lehet fejleszteni a kapcsolatokat magasabb szintre, ami ugye azt jelenti, hogy több pontot fogtok kapni. És ha te fejleszted a saját kapcsolatodat, akkor automatikusan fejlődik annak a kapcsolata, aki felé fejlesztettél. Tehát, hogyha Matyi Madara azt mondja, hogy ő kettesre erősíti a cica felé a kapcsolatot, akkor a cicának onnantól kettes kapcsolata van Matyi karaktere felé, és mind a ketten több pontot kapnak, csak másfélét. Uh-huh. Én a mesélői karaktereket is csak így tudom fejleszteni. Tehát nem tud, tehát hogyha nekem nem osztogattok pontot, akkor nem fogom tudni erősíteni a mesélői karakterek kapcsolatait felétek, amikből ti ugyanúgy kaptok pont, Wondert és Fibinget. A kapcsolatoknak... Jó. A kapcsolatok a játék után egyébként majd szálakká alakulnak, az most jelenleg kevéssé fontos. De alapvetően ez a játéknak egy ilyen fontos rendszere, hogy nyugodtan lehet a másiknak dreamet osztani, könnyű szívvel, ha valami olyat tesz, mond vagy csinál, ami neked tetszik. Korlát nincs megszabva, hogy mennyi dreamet oszthatsz ki egy jelenetben, leginkább akármennyit, és akármennyit is kaphatsz. De ezzel persze nem kell visszaélni, hogy tehát, hogyha csak azért, hogy valaki mondjuk rég kapott dreamet, nem kell neki dreamet osztani. Ez így remélem érthető, de valószínűleg mindenki a megnyilvánulásaira majd fogja kapdosni a dreameket, az álmot. Uh-huh. Tehát amikor valakivel először találkoztok majd, akkor lehetőség lesz felé feelingből kapcsolatot létrehozni. Ez majd egy fontos típusú próba lesz a játékban. Ezt majd akkor magyarázom el, hogyha oda jutunk. A Wonderből pedig apró csodákat nyugodtan lehet csinálni, nem valószínű, hogy olyasmibe fogtok bukkanni a mesében, amire mondjuk hirtelen szükségetek lesz 20 Wanderlet. Tehát a mana úgymond, ami a Wander, a csoda, az nem arra van, hogy megold vele a szituációkat, csak arra való, hogy a játékot kicsit szebbé tedd vele. Jó. Ott kezdjük a játékot, ahol már nem egy ilyen hasonló játékot kezdtem. A város szélén, Itocuna város szélén vagytok, egy tágas, széles réten, éppen tavaszodik, kikeltek az első virágok, apró kis madarak csivitelnek, kora délidő felé jár már, tehát ilyen délelőtt van, lassan a csúcsra érkezik a nap, és mindenki mondja el, hogy mit csinál éppen. Együtt vagytok, ez egészen biztos, hogy mindenki benne van a jelenetben. Én a kedvenc elfoglaltságomat végzem, ami abból áll, hogy járom a sikátorokat, és a különböző éttermek által kidobált finomságokat gyűjtöm össze. És hogyha már nagyjából jól lakok, akkor majd el fogom vinni a cimboráknak is. Természetesen kutya alakba teszem mindezt, és próbálok azért odafigyelni arra, hogy az ijesztő kinézetemet ugye nem sokan szeretik, ezért nem akkor megyek oda, amikor éppen kirakják a kaját, hanem megvárom, míg a kis konyhás fiú vagy lány, a kis beosztott becsukja az ajtót maga mögött. Uh-huh. Elmondanád nekem, és hogy néz ki a karaktered? Én még nem játszottam vele. Természetesen. Ő egy félhosszú szőrű pireneusi juhászkutya. Azoknak, akik nem
nagyon láttak még ilyesmit, azoknak itt van a kinézet, főleg, hogyha működne. De egy pillanat, mindjárt ide varázsolom. A bundám az szürke, és a méretemből fakadóan, na meg a bundám színéből, meg hogy ilyen félvad kutya vagyok, egy kicsit ijesztő a kinézetem. Tehát nagyjából úgy nézek ki, mint ez a kutya a képen. Jó, de cuki! Csak nem ilyen aranyos, hanem egy kicsit, egy iszkizet. Igen. Kicsit borzasabb. Igen, igen. Jó. Akkor éppen ott tartunk majd, hogy megérkezel a rétre a szádból kilógva egy fél pizzás dobozzal. Át is adom a szót a többieknek. Kérdés, mennyi volt az állatértéked? Nekem? Kérlek szépen, 2. Jó. Az elég egy alapvető kóborkutya életmódra. Oké. Okay. Akkor Hanami Pojo vagy Naru? Mit csinál a madár? Én arra vagyok kíváncsi. Hát a madár az egy veréb lesz szerintem, hogyha van Japánban veréb. Van veréb? Most már van. Ez így működik. van valamiféle veréb, azt most látom. Oké. Okay. És hát szerintem én... Hát akkor én is a városban voltam, nem a város szélén. Azon a réten lesztek most. Ja, tehát réten? Egy igen. Pillanat el kell menni. Elnézést, nekem van egy pillanatra, de mindjárt jövök. Jó, egy perc. Ne haragudjatok, de addig én is elmegyek WC-re. Okay. Addig képeket nyugodtan kereshet mindenki a karakterről, ez egy gyorsító megoldás szokott lenni. Uh-huh. És emberként, vagy emberként nem is fogunk egymáshoz mutatkozni, bár gondolom fogunk. Így a... Ilyen, hogy mindenki elment. Vagy Szabolcs, de még itt van? Én most itt vagyok már. Szerettem csak el... Ja, akkor mindenki elszaladt? A mesélő az biztos. Igen. Bocsánat, hozzám most meg bejönnek. Na, kérem szépen a telefonomat. Oké. Okay. Bye-bye. Bocsánat, néha lesz ilyen. Nálam is van. Hát húsvét van. Család, minden. Van veréb Japánban. Ennek nagyon örülök. Nem biztos, hogy van egyébként. Ezt úgy nem... Legalábbis szerintem. De aranyos neved van. Hanabi. Aha. Hát, ha láttad a... Az, tehát van egy japán film, aminek ez a címe, akkor szerintem annyira azért nem aranyos. Jó, hát nem láttam, nem néztem. Az a baj, hogy már örökkel az a film fog eszembe jutni. És hát aranyos az a film is, csak van egy nagyon szomorú borzasztó hangvaló. Van Naru, Gurai, Hanabi és Pojo, oké. Okay. Ezt úgy igyekszem megegyezni. Na, leszakadtak? Nem tudom, nem válaszolna. Ja, leszakadtak. Most nézem. Akkor én mondjam, vagy megvárjuk őket? Várjuk meg, remélem, hogy nagyon sürge visszajönnek. Mhm. Réka, te találtál képet? Nem igazán, de úgy gondoltam, hogy egy ilyen egyszerű, közepes termetű ilyen keverék, hogyha lehet keverék, nem tudom, hogy a játék engedi, ilyen barna szőrű kutyus. Nincs olyan, hogy, hogy nem engedi a játék. Ja, értem, jól van. Akkor az pedig úgy mindenki el tudja képzelni, hogy szeretné ilyen. Amin elgondolkoznék, azok a, ezek a nagyon túltenyésztett kutyafajták, hogy abból szerintem nem lesz henge. Uh-huh. Na, egyébként a karakteretek emberi alakját és korát azt találjátok ki, meg akár írjátok is le. Arra mindenképp jól jön az idő. Oké. Okay. 9 uh-huh. és 13 között lehet, ugye? Igen.
Mennyi? 9 és? 13 éves. Olyan. Uh-huh. Akkor ez igazából nem nagy választás, de jó mondta. Azt figyeltem meg az eddigi játékaim során, hogy a nagy kor különbségek azok nagyon nehezen kezelhetők bizonyos helyzetekben. Uh-huh. Sok szituációt lassítanak. Az alapjáték az 8-tól 18-ig enged. Hát az túl nagy lenne, egy 8 és egy 18 éves az. De ez ugye igazából csak fiktív kor, mert ez nem változik. Tehát a teljes állati életük alatt ez a kor, és ugyanaz a ruházat tartozik hozzá. Uh-huh. Azt hiszem, hogy téli ruházatuk van talán külön, ahogy van téli bundája is néha az állatoknak. Hány éves a madárka? Csak kíváncsi vagyok. Hogy tessék? Hány éves a madárka? Szerintem a maximum van 13, akkor annak néz ki. És egy ilyen tagjajnú fiúcskának tűnik. Milyen fiúcskának? Hát mint az ajnuk, az a japán kisebbség, ilyen göndörebb a haja az átlagosnál, vagy hát nem is göndör, de hullámosabb a haja az átlagosnál. Olyan, a szeme is olyan. Hát csúnyán mondva, olyan, mint egy mosolygó hold, félhold. Uh-huh. Olyan, van benne egyfajta ilyen mongol, vagy ilyen belső ázsiai külső egyhívt első ránézésre. Uh-huh. És jó kövér. És nehézkes a talajom. Aha. Épp azért nehézkes a talajom. Mondjuk amiatt nem éppen a talajon kéne annak lennie. Jó, hát az enyém egy olyan 12 éves forma lány, igazából kutya alakban ugye ilyen sötétebb barnás szőre van, ilyen közepes termetű kóbor kutya, olyan lelógó fülekkel, lányként olyan, talán egy picit magasabb az átlagnál, inkább ilyen európai beütésű, nem japán, de valószínű ilyen félvér azért, vagy ilyen nem tudni igazából, és barna haja van, ilyen váligírő. Hogyha ember. Jó. Mert ugye az emberi alak alapvetően illúzió. Uh-huh. Na, visszatértek. Vissza. Igen. Ha néha most vagyok elfelejtő, hogy mostanában a Firefox csinál egy olyat, hogy ezt a quick search részt használom bármire, azonnal összeomlik a rendszer. De ez csak pár napja csinálja, még nem jöttem rá, hogyan kell kiküszöbölni a hibát. Elnézést kérek, de megpróbálom elkerülni a használatát. Jó, akkor Matyi, légy szíves, mondd el, ami félbe szakadt. Ja, igen, szóval egy veréb vagyok, és éppen azzal foglalkozom, hogy valamiféle félig időt kerítésről leröppenve ott a földön a magokat, meg nem tudom, a gilisztákat keresgélek. Mm-hmm. Ezzel vagyok elfoglalva. Én pedig a... És hogy ott van a... Nem tudom, hogy ott van-e mellettem a kutya. Attól, melyik. Az egyik az még lassan érkezik. Az enyém pedig pont azt tervezte, hogy fekszik a kutya alakban, a kutya ilyen közepes termetű barna, úgy mondom a gurájnak, hogy ilyen közepes termetű kutyát kézzen a logó füle, barna szőrrel keverék. Ott ül, és így ilyen nyelvét kilógatva, ilyen kicsit olyan boldog arca, hogy nézi a madárkát, ahogy ott rököd meg csipeget. Mm-hmm. Egyébként több madárka is van a környéken, de ugye csak az egyikük henge. Igen, de hát fölismerem, gondolom, hogyha ismerjük egymást. Igen. Jó. Még a macskusz nem hallottuk. A macskusz. Az én karakterem pedig kicsit fél méterre arrébb. Lustálkodik, néha gyújtaszkodik egyet, napozik, és élvezi a madár társaságát. Milyen macska? Ez egy ilyen vörös házi macska, kell elképzelni. Uh-huh.
Házi macska? Tehát van gazdája meg otthona, vagy kóbor cica? Most jelenleg kóbor. Mi a hátránya? Mondjuk meg tudom nézni. Az egyik hátránya az a lustaság. Szeret szúnyogkálni. A másik pedig az, hogy nem tud úszni. Aha, jó. Na. Sokat nem tud úszni, az nem valami mással van együtt, azt megnéztétek együtt, Szabolcs? Mi a kérdés? A hátrányát a cicának. Persze. A hátránya a Lézi meg a Kencfim az nem üti egymást. Kettőt választottunk, mert nekem is kettő van. Mindegyikhez egész kellemes hatástársú, úgyhogy szerintem... Jó. Szerintem ezekkel nem lesz probléma. De a megosztás belvileg meg tudod nézni, direkt bemásoltam az erőt is, hogy ne kell lapozni a könyvbe. Á, megvan. Jó. Akkor, hogy éppen megérkezik a gülej a rétre, a veréb az csipeget, a macska az éppen nem foglalkozik semmivel, a másik kutya, a folyó az valószínűleg éppen csóválja a farkát, látva, hogy a szürke barátja az éppen szerzett megint valami finomat. Igen. Nem teljesen tiszta forrásból. Kérdés, a te kutyád is kóbor kutya? Úgy terveztem, hogy igen. Jó. Aztán arra lesztek figyelmesek, hogy meghalljátok, hogy két kisgyerek fut az úton, a házak mellett. Az egyik berohan egy ilyen házba, becsapja maga után jó hangosan az ajtót, amire így arrébb is rebben egy pillanatra a veréb, a másik pedig így vadul kopog után, tehát nem dörömből, csak így erőszakosan kopog, hogy Micuko, engedj be, engedj be! Én erre fölkapom a fejem. De csak úgy oda nézek, hogy most tulajdonképpen mi van? Tehát ez a tipikus hirtelen mozdulatta, hogy még egy pár pizzaszeret is kihullik a dobozban, még elfejtettem letenni a földre. Ennyi is odafordul, és így nézi érdeklődve, hogy így már majd, hogy nem angoldó szemmel, hogy mi a baj. De nem mer még oda menni azért. Nekem is egy giliszta hekereg a csőrömben. És úgy nézek arra, hogy... Fajék. Jó, annyit látok továbbra is, hogy a kislány az kitartóan kopog. Így kopog az ajtón, hogy Micuko, Micuko, engedj be, el kell mondanunk a szüleidnek. Nem a te hibád, nem tudhattad. És így tovább ütlegeli az ajtót egyre durvábban, aztán egy ilyen pár másodperc után így morcosan toppant egyet, ami annyira sikerül morcosra, hogy azt még ti se halljátok meg az éles állati érzékeitekkel. Aztán elbattyog a közelből. Hát ezt megúsztad, mondom a Gilisztának, és elengedem. És kövéren föllebbenek a levegőbe. A madár alakod, az nem feltétlenül kövér. Hát jó, én úgy sejtem, hogy ilyen jól lakott verébnek tűnök, tudod, aki ilyen kerekdett, kis töltött valamit majta. Felröppenek, és arra fele szállok. Megkérdezem közben, hogy biztos jó ez, így nem kéne segítenünk? Igen, kommunikációval kapcsolatban mondom, hogy az azonos fajúak tudnak egymással kommunikálni, amúgy meg tudtok állati alapban beszélni. De az emberek ezt néha nem szokták teljes higgadsággal konstantálni. Én elindulok, futok a madár után.
Követem. Játékból is. Hé! Ne üld az! Csipog így össze-vissza, gondolom. Igen. Hivatali paranoia kiült a verébre. Én pedig így felállok, hogy mi történik, játszunk, de aztán én észreveszem, hogy a nem tetszik a madárkának, és így próbálom valahogy így, nem bántam a cicát, csak próbálom így valahogy így megpiszkálom a kerítést, meg egy picit a macskát, hogy hagyja békén így a mancsommal. Jó, tehát akkor jelenleg a madár üldözi a madár az így el akart indulni a ház felé, üldözőbe vette a macska, amit most üldöz egy kutya. Hát jó. Én a pitásdobozzal a számban a durtásan elvonuló kislányt követem, mert engem megérint, hogy őt felzaklatta ez a Mitsuko, és jobban érdekel az ő sorsa. Egyébként csak azért viszem a pizzát, mert valahogy nem jut el az agyamig, hogy ki kéne ejteni a számból. Oké, hát... én hátrafordulok, ezt azért meghallom, annyira még nem jutottunk messzire. És akkor így meghallom, hogy mi történt, és kicsit megtorpanok, mert segíteni szeretnék a madárkának, de segíteni akarok a kislánynak. Igazából, és így forgattam a fejemet két irányba, és akkor így úgy döntök, hogy egy ilyen pizzaszeletet, ami kiesett, azt így szépen így elfogyasztok, és utána megyek, mondom a gurájának, hogy várj meg, én is megyek. Jó, Gürej tudja követni a kislányt valószínűleg hazáig, csak egy utcával arrébb megy, ahol ő is bemegy egy ilyen emberházba, ahova valószínűleg nincsen bejárásotok. Aztán igazából ezt nem tudjátok ezt a nyomot innen különösebben követni. Viszont másnapra arra lesztek figyelmesek, hogy a erdő felől, ami nagyjából abban az irányban van egyébként, amerről a gyerekek is jöttek, bár elég könnyen kanyarodhattak volna máshonnan is, ilyen gomolygó felhők terebélyesednek, és folyamatosan ez a borongós, enyhe záporeső szitál az erdő környékére és a város egy részére is. Viszont itt ez már a következő jelenet, úgyhogy lezárom az előzőt. A kisgyerekek helyett a plusz egyet, az úgy jött, hogy mesélő, és akkor azt tudjuk, mert azok közös készlet. Ezt meg az előző jelenethez számítom akkor. Nézzük, hogy ki mennyi dreamet gyűjtött. Jó, lezárom még egyszer. Én kettőt. Igen, és egyet. Réka szerintem egyet. De beírta, hogy plusz egy polyó. Ott van írva a Mátyástól. Vagy ez nem nekem? Akkor kettőt, igen. A madárnak én nem, egyet adtam mindenkinek fixen, egyet adtam a Gürejnek. Tehát egyet legalább mindenki kapott. Én is kaptam egyet. És ezt hova jönjük fel? Nyiss egy olyat, hogy Dream, valahol a karakterlapodon. Uh-huh. Ez még nagyon kevés, ebből nem tudtok kapcsolatot erősíteni. Viszont a következő jelenetre megint kaptok a kapcsolataitok összereinek megfelelő mennyiségű pontot. Wondert és feelinget. Oké. Okay. Igen, az neked 10-10, a folyónak pedig 16-10. Aha, oké. Okay. Jó, mindenkinek sikerült adminisztrálnia? Igen. Naru és jó. Jó. És másnap is ugyanazon a szokványos réten lennétek. Az a ti megszokott helyetek, ahol elszoktatok héderelni, és nagyon kövér kukacokat lehet találni, mert egy nagyon nagy rét és viszonylag kevés madár szokott ott portyázni.
De erre... Mert most már nem, hogy állandóan lustálkodik. Az a macska, igen. Ha nem hajlandó kergetőzni, akkor fölcsipem a kis nyakincájánál fogva, és elkezdek vele futkározni föl alá. Mint a macskával vagy madárral? Macskával. Hát a madár vagy a macska. Pedig mondom neki. Viszont az történik, hogy érzitek, hogy beleszimatoltok a levegőbe, meg így közeled, meg a madár is érzi a tolainak a tövében, hogy az esőzés az egyre közeledik felétek is, hogy felétek fújja nagy részt a szél. És még azt látjátok, hogy megint közeledik a tegnapi kislány, és megint kopog a kisfiúnak a házánál. Egyébként ugyanaz az időszak van, mint tehát megint ez a másnap délelőtt van. Okay. Megint az kiabály. Kislány idegesen dörömbel, ugye? Hát így kopogtat, hogy Micuko, engedj be, nem bújhatsz el örökre a szobádban. Az erőinket lehet használni emberen is? A legtöbbet nyilván attól függ, hogy van megfogalmazva. Mi a kérdés? It's alright. Van egy olyan a kutyusnak. Ja, miután meg lettek lepve. Hát én azt szeretném csinálni, hogyha meg tudom lepni, hogy oda megyek hozzá, kutya alakban, és valahogy így az It's alright-tal, az a ugyebben másol, hogyha be tudom másolni. Megtaláltam. Igen, azzal szeretném fölvitítani, mert én szeretek mindenkit, és ezért szeretném, hogy neki is jó kedve legyen, és hogy fölvidítani egy kicsit. Minden rendben lesz. Lehet rajta használni. Hát nem kell meglepődöttnek lenni egyébként, csak ez jó a meglepetésnek a lenyugtatására is. Oké. Akkor ezt megpróbálnám rajta. Tehát, hogy oda akarsz battyogni hozzá. Nem vagy ijesztő kutyus, ugye? Nem, csak naív. Jó. Azért nem lettem oldan, hanem bakkantok egyet, és akkor utána így, ahogy írja a könyv, így menjen egy kicsit az arcát. Jó, odamész hozzá, bakkantasz egyet, kicsit összerezzen, hogy hát ő nem emlékszik, hogy itt lett volna korábban kutya, aztán hátranéz. Nem tűnik túl boldognak, tehát általában rád vissza szoktak mosolyogni az emberek, hogy jaj, de kedves kis kutya. Csóválom a farkamat is, igen. Most ezt ő nem csinálja. Annyit mond neked, kicsit ilyen durcásan, hogy nincs nálam semmi kutyus. Mm-hmm. És akkor most odamész hozzá, és meg akarod, és orvul, pofin nyalintod? Hát még nem úgy orvul, hanem hogy elérjem, hogy figyeljen rá, rám nézem, és akkor úgy, tehát egy kicsit dög, tehát így vakantak még egyet, egy kicsit dörgőzök, és akkor úgy egy kicsit úgy megnyalni. Ha nem is az arcát, mert ugye nem muszolja ezt, akkor a kezét valahogy, hogy egy kicsit így felviduljon. Mm-hmm. Csak ez hatmán dörgök. Ha mész hozzá, hát nem zavar el, annyira nincsen rossz kedve. Oda dörgölődsz hozzá, így kicsit bátortalanul megsimogat, megnyalogatod a kezét. Ez azt jelenti, hogy vonj le 6 csodapontot, uh-huh. Húz le a csodapontjai listájáról. Igen. És ha ez megtörtént, akkor megnyugszik, és elkezd téged simogatni. Tehát így kicsit így leül a lépcsőre így a ház elé, és elkezd téged simogatni. Határozottan úgy tűnik, mintha így... Lenne egy tervem, csak hogy nehogy kimaradjunk a jelenetből, a Narut kérdezném, hogy menekül előlem, vagy hagyja, hogy cipeljem? Menekülök előlem. Jó. Ha elmenekült előlem, akkor nem tudom föltenni az ablakpárkányra, hogy kémkedjen, hogy mit csinál a Micuko. Hát alapvetően dobhatsz, tehát nem dobhatsz, ez egy beidegződés, hogy megkísérelheted ugye elkapni attól függetlenül.
Tehát a állatértékeitek megvívhatnak egymással, és abból ugye lehet az, hogy a végén sikerül elkapnod a grabancet. Jó, oké, hát ha menekül, akkor megpróbálom elkapni. Jó, mennyi a macseknek az állatértéke? 2, neki minden értéke 2. Az egy biztos megoldás. Jó, akkor ha el akarod kapni, akkor ez sikerül, ha csak nem költ el több feelinget, mint te. Uh-huh. Elkezdhettek költeni egymással szembe egyesével feelinget, ilyen licitszerűen. Illetve egyikötöknek ez a dolog többet megér, mint a másikótoknak, de ha nem költ egyikötök se, akkor egy kis kergetés után mégiscsak sikerült elkapnod a grabancet. Ez legkább az ő játékossághoz szóló kérdés. Nem költ. Nem költ. Jó. Egy minimális kis kergetőzés után sikerül megragadnod és leszállítanod a macskát. Erről beszélek hozzám, közben cipelem, hogy Jugi, csak be kéne nézned a ablakon, hogy mit csinál ez a Mitsuko, mert nagyon érdekel. Uh-huh. Vagyom magam, hogy cipeljél. Jó. A madár közben? Szerintem én is odaszállok a... Nem is tudom, van valamiféle ilyen agykerítés, hogy az ajtó előtt ilyen veranda, vagy korlát, vagy valamiféle... Az van, annak a lépcsőjében. Valahova oda felszállok, és megpróbálok az ablakon belesni, hát ha látok valamit. Belesel. Ez egyébként nem egy túl nagy ház, van egy ilyen tetőszobája, tehát a tetőn lévő ablakok azok határozottan úgy néznek ki, hogy ahhoz is tartozik valami szoba. Uh-huh. De alapvetően ez egy földszintes ház, mint a városban a legtöbb. Ez ugye egy kisváros. Ahogy benézel az ablakon, felismersz egy nappalit. Neked viszonylag magas a felnőtt értéked, úgyhogy jól kiismered magad például házak terén, és felismered, hogy ez valószínűleg a nappali lesz, és nem a kisrácnak a szobája. Uh-huh. Azt megteheted, hogy körberepülöd, és így felderíted, hogy... Aha, azt akarom. Jó. Akarom találni a srácot. Jó, fel kell hozzá repülned az emeleti ablakhoz, uh-huh. És ott, hogy benézel egy ilyen elég takaros kis ilyen félemeleti pandás gyerekszobát látsz, és ott van a takaró alatt, be van egy ilyen nagy kupac gyűrve, és gyanított, hogy az lehet a gyerek, mert hogy mocorog a kupac. Ez egészen az emeletre és a takaró alá menekült. A macska, akit felraktak a párkányra, az ugye a nappalit látja szintén. Velem meg a kislánya, mi történik? Veled meg a kislányal az történik, hogy hát amikor a kislány látja, hogy közeledik a nagy szürke kutya a szájából kilógva egy macskával, akkor nagyon megriad, és így, jaj, és így arrébb siet, téged is otthagy, és igazából csak így a sarkáig megy el a háznak, hogy így figyeli, hogy mi a mókus csinál itt ez a kutya azzal a macskával a szájába. Valószínűleg aggódik, hogy a kutya éppen meg akarja enni a macskát, de alapvetően annál ijesztőbb az a kutya, mint hogy a közelébe menjen és megpróbálja megvédeni a macskát. A lenyugtatás az arra vonatkozott, hogy a kopogtatás és a Mitsukóval szembeni aggódással kapcsolatban. Tehát megint le lehet nyugtatni, mert most egy másik hatás megint sikeresen felizgatta. Uh-huh. Közben ő letette a cicát, ugye? Igen, leszállította a macskot. Én itt tanácsnál ülök egy kicsit.
És így megpróbál, így ránézek igazából, és így bátorítom, tehát így teszek felé egy-két lépést, és valahogy így próbálom neki jelezni. Meg oda megyek a gurájhez, kicsit így hozzásimulok előtte, vagy így próbáljam jelezni a kislánynak, hogy itt nincsen baj, nem bent. Jó. Mennyi a gyerekértéked? 3. Jó, akkor egy pontért ez sikerül. Egy feeling. Egy feeling, oké. Jó, a kislány láthatóan megnyugodott, és így megint oda megy hozzád, a szürke kutyának nem annyira megy a közelébe, de téged megint megsimogat, és így igyekszik a, tehát igyekszik úgy állni, hogy te, a szürke, hogy ő a szürke kutya, az, tehát te közöttük legyél mindenképpen. Ez neki egy biztos pont. Mert én nem gondolom magamat ijesztőnek, én egy kíváncsi és őszinte kutyus vagyok. Azért én közelebb fogok menni. A macska hogy is ott van őrposztba. Jó, közelebb mész hozzá. A benti eseményeket figyelj, hogy ha lát valami érdekeset, akkor jelz. Bentről. Közben az történik, hogy feléd is ilyen bátortalanul, de azért kinyúl a kislány, azért látja, hogy nem agresszívan, nem vicsorogva közelítesz, és nem tanulta meg, hogy amelyik kutya ugat, az nem van. Viszont most lehet csinálni egy úgynevezett impression check-et. Az impression check az az első benyomásnak a hatása. Most jelenleg mindannyian láttátok a kislányt, és mindannyiótokat látott, még ha valakit éppen csak annyira is, hogy egy madárka száldogál a közelben. Az impression checkhez meg kell keresnem egy szabályt. Mindenkinek választani kell egy tulajdonságot, amit használni kíván arra, hogy érzelmeket váltson ki a kislányból saját maga felé. És az alapján fog létrejönni érzelem. Tehát, hogyha a hengét választod, akkor abból admiration vagy respect születik feléd. Ha az animalt, akkor affection vagy trust. Ha az adultot, akkor admiration vagy rivalry. A child-ot, akkor protection vagy affection. És majd a kislány is visszahozza ezt valószínűleg felétek. Uh-huh. Ezt választod a tulajdonságot, legalább 4-et kell elérni, hogyha nincs semmilyen hátrányod vagy előnyöd, ami ezt befolyásolna. De ha 8-at érsz el, akkor 2-esen születik vele kapcsolatod. Uh-huh. Okay. Lehetséges, azt kérdezem, hogy én nem a kislányra, hanem a kisfiúra teszek benyomást azzal, hogy ott kopogtatok a csőrömmel az ablakon, meg próbálom kívülről kinyitni, mintha tudnám, hogy hol van az ablaknak a nyitója. Legyen, belefér. Oké, akkor nekem legyen 8. És ezért adult, mert ugyebár próbálom felnyitni az ajtót madár létembe. Uh-huh. És mit szeretnél egy admiration-t létrehozni? Tehát, hogy... Aha, wow, milyen madár, azt. Jó, ő azt mondja felét, hogy egy 4-es értéken ezt viszonozza. Tehát felírhatod, hogy mondjuk, hogy kisfiú, mert a nevét még nem tudod. Hát de tudod, Mitsuko, az ő nevét tudjátok. Felírhatod, hogy Mitsuko, ő egy 4-esen csodál téged. Most van egy 2-es értéken csodál téged, mert annyi pontot értél el, a 8-as, és ezzel kellett kötened 5 feelinget. Igen. Egy 2-es értéken csodál téged, és te viszont meg akarod őt védeni 1-esen. Ezt sikerült adminisztrálni? Mhm. Uh-huh.
Igen. Jó. Na most nekem a scary miatt egyetőbb pontot kell költeni, vagy teljesen mennyit költök, egy szinten alacsonyabb lesz a impression. Mert ugye az a lényeg, alapozok, hogy az ereje az impressionnek le lesz csökkentve egyre. Tehát gyakorlatilag, hogyha mind a 5 pontot beölöm, hogy kijön a 8, akkor is csak egy ponton lesz. Tehát ha jól értelmezem, nem ölöm bele a maximumot, akkor ha csak egyesre hozom ki a kapcsolatot, akkor az nullás lesz. Én így értelmeztem. Scary. Igen, egyet csökken az erő. Tehát, hogy ne nulláson legyek ezzel az ismeretlen kislánnyal. Nekem a 8 pontos, tehát a 2-es szintűt kéne összehozni, és akkor leszünk egyesen. Igen. Oké. Okay. Ugyanakkor ővele már egyszer lyukra futottam, úgyhogy én ővele egy kellemes semlegessel is megelégszem, úgyhogy egy 4-est fogok összehozni, és akkor maradunk semlegesbe nullába. Az viszont nem kell pontot költened, mert nullás kapcsolat alapvetően nincs. Hát ez nem kötelező megcsinálnod. Hát akkor így maradunk. Jó. Hogyha már oda nyúlt, akkor annyit megteszek neki engedményként, hogy így lefekszek a lába elé, és akkor, hogyha akar, akkor hagyom, hogy simizzen, ha nem akar, akkor pedig csak ilyen szép nyugodtan így elfekszem a lába előtt, majdnem úgy, mint egy engedelmes házi kutyus. Jó. A következő az legyen a Réka. Én trásztot szeretnék kihozni Animal-le, uh-huh. Hogy ezt lehet, és erre kell pontot költenem? Nem tudom. Ezt tudnom kéne, hogy mennyi az Animal értéked. 2. Tehát mindenképpen kell költened legalább 2 pontot. Animal-le azt hiszem lehet trásztot, ezt mindjárt megnézem. Hát, hogy amelyikkel lehet trásztot. Igen, Animal-le lehet. Jó, akkor 2 feeling pontért szeretnék vele trusztot létrehozni. Jó, ezt viszonozza. Mind a kettőtök trusztot akar létrehozni, viszont ebből az lesz, hogy mind a kettőtöknek like-ja lesz a másik felé. Uh-huh. Mert ha azonosat akartok létrehozni, akkor az like-já változik. Oké. Okay. Tereltétek egymást. Akkor viszont költel a szükséges mennyiségű feeling pontot. Jó, elköltetem, és az egyet szinten, ugye? Igen, oda-vissza, mert visszamozza. Jó, és akkor még a Naru karaktere van. Ja. Megpróbálok valami hangot kiadni. Ott az ablakba. Uh-huh. Hát, ha meghallja a benti gyermek, mondjuk akkor már egy kicsit kaporászni, vagy akár... Ez még az emeleten van, te pedig még nem, tehát ő nem, szinte biztos nem hallaná meg. Van lehetőségem arra, hogy följebb jussak? Egy szinttel? Akár lenne is, de... Te most ebben a pillanatban inkább az izében a kislánnyal próbálkozz. Uh-huh. Majd lehet a fiúval is később, annak, aki eddig nem próbálta meg. Akkor leugrok az ablakról, és kislányhoz sétálva. Uh-huh. Nyávogok egyet, meg dörgölözködök neki. Uh-huh. Jó, mit szeretnél vele csinálni? Egy affection-t? Vagy tehát egy szeretet, egy kedvelést? Vagy milyen? Akár bizalmat. Bizalmat?
hogy szeretnéd, hogy bízzon benned. Igen. Jó, arra 2 pontot kell elköltened. Jó. Azt adminisztráljátok. Szabolcs majd segít. Jó. Ő pedig ezt viszont visszamozza egy affection-nel, hogy kedveli a kis bolyhos kis vörös cicát. Jó. Szerintem mindenki ezzel végzett. Számoljuk össze, hogy mennyi pont ment a plusz egy gürej felirat óta, mert az a plusz egy mesélő meg az előző jelenetben volt. Igen. Fölmentem 5-re. A mesélő kapott 1, 2, 3-at, ha jól látom. Azzal már 4-en állok. Én kaptam 3-at, ha jól látom. Úgy vagyok 5-ön. Mm-hmm. Naru pedig 2-ön van. És ha jól szám, egyszerre lehet kapni többet is, vagy csak egyet? Egy jelenet alatt. Egy jelenet alatt mindenki többet kapott. Most megfigyeled. Oké. Okay. Tehát máshogy nem állhatna valaki 5-ön. Akkor én is ötre kerülök, és akkor ebből már lehet venni, vagy mennyi az? Igen, ebből megteheted azt, hogy egy meglévő kapcsolaton erősítesz egyet. Uh-huh. Okay. És akkor... Én csak ilyen jelenetek között lehet erősíteni? Igen, a jelenetek között lehet dreamet költeni. Uh-huh. És a dreamet arra költözed, hogy erősíts kapcsolatot. És akkor az enyém nő? Igen. Hát ez egy oldalú, tehát nem biztos, hogy a másik is. Igen, csak az enyém nő. Csak hogy senkivel nem volt interakció a film kivételével, szóval én most nem költem. Jó, nem kötelező. Még egy NPC felé is lehet. Uh-huh. Jó, mások? Aki esetleg ötön áll? Nem, majd legközelebb. Jó. Lesz legközelebb. Kutya, másik? Én még nem. Nem vagy kutya, te cica vagy. nem. Még egyáltalán nem érzem azt, hogy olyan erős csapatjáték lett volna. Jó, akkor folytassuk. Folytatjuk, hogy van kislány kutya-kutya, van egy macska az ablakban, és van egy madár, akinek a kisfiú kinyitja az ablakot. Uh-huh. Van valami a fején a kisfiúnak? Nincs. Haj. Oké, akkor én henézek a szobába, hogy látszik ott valamiféle póló, vagy kalap, vagy sál, vagy valami. Vannak ruhák kicsit szétdobva, tehát nincs teljesen. Aha, és felet akarok csinálni, hogy a ruháját az ablakon kisodori. Tehát legalább egy valamit kisodorjon a szél uh-huh. szobájából, oda le, oda a kislányhoz, meg az állat társaink. Van ilyen varázslatod? Van az a Windsong. Nézd meg, 4-be kerül. Uh-huh. Jó, ezt megtelted. Akkor 6-ra csökkenek. Vagy most újra nőtt a pontjaink száma? Igen, újra nőtt, mert új jelenet van. És az új connection is számít bele. Akkor 16 minusz 4, akkor 12. Okay. Jó, a szél felkap ruhákat, meg ilyen papírokat, ami valószínűleg házi feladat lehet. Uh-huh. És így, nem sok dolgot akarok, csak
néhány, tehát hogy egy-két dolog röpüljön ki. Ó, meg hát kicsit nagyobb rendetlenség is lesz ez utána a szobában, hogy ez így végig söpör a fiúnak, kicsit így az arcába repül a takarója, ami alatt eddig bujkált. Aztán így mondja, jaj, nem kellett volna kinyitnom az ablakot, így néz le, így majd kiesik az ablakon, úgy próbál utána hajolni, de nem bírja elkapni. És akkor így fúj egyet magába, hogy aztán elég kifelé. Meröppenek. Most mi esett ki konkrétan? Kiesett egy pár ilyen papír, ami nem tűnik túl ehetőnek, meg kiesett egy ilyen póló, egy vékony felső. Ehetőnek, de megpróbálhatod. Pólót azt célba veszem. Felpattansz, és így elkapsz a levegőbe a pólóját? Én megelégszem azzal is, hogyha leesik a földre, én sajnos nem vagyok olyan atletikus, mint egy macska, de első körül megpróbálom elkapni a levegőbe, mint egy frisbeet, vagy mint egy teniszlabdát. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Egyébként, hogyha dobni kell, akkor hajlandó vagyok arra is a jelenet kedvéért, hogy hagyjam, hogy a fejemre tekeredjen, mert ugye éppen fújja a szél. És akkor lakon fogok futározni körbe-körbe. Nem kell dobni, de ráesett a fejedre a póló. Jó, a kislány közben így felpattan, riadtan, meg is feledkezik arról, hogy mi ez a félelmetes kutya, és így lekapja a fejedről a pólót, hogy jaj, ne rágj meg, ez a kedvenc pólója. Hagyom, hogy levegye a fejemről, és akkor utána így, így leülök, és így boldogan nézek rá, hogy nála van a srác pólója, és még lihegek is. Jó, körülbelül ekkor leér a srác, így végig trappolt a lépcsőkön, kinyitja az ajtót, így meglepődik, konkrétan meglepődik, hogy mi ez az állatsereg lett kint. De rajtotok ugye nem nagyon lehet meglepődni, mert szokványos állatok vagytok, ki ezt még elviseli. De én ijesztő vagyok, engem nem ismer, úgyhogy én elfutok, elrejtőzök. Jó, kikerülsz a line of sight-jából. Így a kislány így nyújtja neki egyből a pólót, hogy itt van, elkaptam neked, de akkor is el kéne mondanunk a szüleidnek, hogy mi történt. Oda battyogok szépen, és így farokcsolva vagy nézek rá, és így elfelejtem, ugye, hogy a kutyanyelvet nem érted, hogy vakkantok neki így, hogy köszöntésképpen kisfiúnak. Nem, azt is elfelejtetted, hogy hogy kutya vagy éppen, tehát tudsz ember nyelven beszélni alatt. Nem, csak az úgy azért nem. Tehát így vakkantok egyet, és így nézek rá, és így csóválom a farkomat. Mm-hmm. Jó. Akkor így azt mondja egyébként a kisfiú a kislánynak, hogy de meg fognak érte büntetni, és egyébként is nézd meg, hogy micsoda vihar lett, a vihar az erős túlzás, tehát így záporozik az eső az erdő felett, és így és biztos ez is azért van, és nem tudok, nem fogok oda visszamenni, és vissza kéne oda mennem, és nem lehet. És a kisfiú még azt mondja, hogy de ha már itt vagyunk, akkor segíts összeszedni a házi feladatomat, mert kifújta a szél a lapokat az ablakon. A lánykutyát egyébként megsimogatja ilyen, kicsit ilyen
gondatlanul, tehát így meg is feledkezik, hogy idegen kutya, és így miközben beszél így, hogy valamivel lefoglalja a kezét, így megsimogatja a kutyát. Én örülök neki, és amikor látom, hogy gondolom elkezdik összeszedni a papírokat, én ilyen, jaj, segítek alapon, így egyet meg fogok a számban, és így oda viszem. Nyilván úgy, hogy ne legyen tiszta nyál, hanem így óvatosan. Ez legyen egy ötös felnőtt próba, hogy meg tudsz-e fogni egy A4-es lapot az agyaraiddal, anélkül, hogy összenyálasznád. Lyukasztanád. Nekem az adó csak kettes, úgyhogy arra költenem kell pontot, gondolom. Vagy ez... Pillanat, eddig két jelenet ment le, ugye? Uh-huh. Jó. Az... első jelenetben csinált bármit a macska? Nem. Kérgette a verebet. Arra nem kellett próbáznia. A másodikban csinált. Lett rakva, hogy nézzem be a nappaliba. Aztán pedig nyávogott, és a kislánnyal próbált volna jobban lenni. Get 10 points of dreams. Szerintem a másodikért megkapja. Az elsőbe kergette a madarat, de a másodikba igazából ő csak lustálkodni akart, és nem csinált semmi többet. Oké. Okay. Tehát ez konkrétan végig kell semmit tenni a jelenetet. Uh-huh. A másodikra az is határeset, de az még megvolt. Azért most szóltam, hogy na a végén legyen bőle gond. Jó, csak majd emlékezetesek rá jelent végén, hogy... Persze. Még a második is határeset, de legyen. Jó, bocsánat, hol tartottunk? Tehát, hogy kettes adultam van, és ötös adult kéne az, hogy meg tudjam fogni a lapot. Igen. Azt akkor, hogy ne csócsáljam szét, hogy tudnám elérni? Három feelinget elköltesz. Jó, a feelingek azok úgy... hogy jelenetenként jönnek majd, vagy... Eddig is jelenetenként jöttek. Uh-huh, oké, okay. Akkor elköltök három feelinget, és akkor marad négy. Uh-huh. Jó. Na, kicsit megriad a fiú, hogy jaj, a házi feladatom, aztán így ki... így azon még jobban meglepődik, amikor így gyakorlatilag sértetlenül a kezébe ejted a papírt, tehát hogy így éppen csak az látszik, minthogyha durvábban rányomták volna a ceruzát valahol, ahol a fogaid érintették. Végignéz, hogy hát ilyen nincs, ez a te kutyád, Naru. És akkor már azt feleli a kislány, hogy nem, én éppen csak itt találkoztam vele, és aztán ide jött a másik kutya is, meg a macska is, és akkor a kisfiú az így egyébként így felnéz, mintha keresne valamit a levegőben. A többiek mit csinálnak e közben? Meghallom, hogy mondják, hogy macska, fölkapom a fejem az alvásból. És odafutok ketté közé, kizelegve. Mm-hmm. Hogy lássák, hogy én is ott vagyok. Nem merek előbújni az rejtek helyemről, mert nem akarom megijeszteni a kisrácot, és úgy látszik, hogy kezd összejönni az a fajta kapcsolat az emberek között, amit el akartunk érni, legalábbis amit én el akartam érni. Mm-hmm. Úgyhogy én félénken a nem tudom, bokor, vagy kuka mögül, vagy akármi, hogy ott van terettájnak a mögül, így lesek elő. Természetesen látszódhat a két fülem, nem vagyok annyira elhatározva amellett, hogy egyáltalán ne látszódjak, de próbálom így figyelni az eseményeket. Uh-huh. Madár? Én fönt fel akarok állítani egy eléggé komplikált helyzetet, hogyha lehet. Szobájába.
Az attól függ, hogy mit szeretnél. Oké, a következő a gondolatom, gondolom, a japán kisgyerek, ezért van tintája, vagy valamiféle festékanyaga. Igen. Na, abba heleburálok a lábaimmal, és valami olyan dolgon, ami nem tűnik nagyon-nagyon értékesnek, azt ott összeugrálom. Tehát ilyen kis madárlábnyomokkal, és aztán pedig arrébb ugrálok valamiféle rejtekhely felé, és ott elbújok, de hogy a nyomaim tisztán követhetőek legyenek oda. És akkor ott elbújok, meghúzom magamat. Aha. Ennyi. Jó, ezt meg tudod csinálni. Alapvetően így az asztalt is eléggé összekened, meg kicsit így, mivel ügyetlen vagy, és tehát nem bánsz túl jól a talajon lévő dolgokkal, így a tinta így ki is borul, de nem tett így a semmi ilyen különösebben csillogó, nem festékeződik össze. És valószínűleg, hogyha nem csillog, akkor nem túl értékes. És akkor te itt maradtál. Én pedig, hogyha meg tudom csinálni, akkor így boldogan, hogy említve lett a gura is, ugye a másik kutya, így elkezdek így ugrálni egy picit, és így próbálok így, tudom, hogy hol van, és oda megyek hozzá, és így kutya nyelven mondom neki, gyere elő, semmi baj nincsen, és így ujjelzem a kisgyerekeknek vakkangatva. Hogy milyen másik kutyát, itt csak egy kutya van. És én erre elkezdek így vakkangatni, ugye annak hallja, én szólongatom a gurát, és így mutatok arra fele, így oda megyek, ahol ő van, és így csóválom a farkam, hogy gyere, gyere! Látod, meg szeretne ismerni. Én meg visszamondom, hogy jobb ez így, jó lesz így nélkülem is, és így a mancsommal így próbálom elhessegetni. A fejemre rakod a mancsodat, hogy menjél már. Jó, a kisfiú azt mondja, igen, a jelenet végén lehet tenni impressiont arra, akire még valaki nem tett, ebből a madár most kimarad, mert ő most abszolút kimarad az ilyen jellegű dolgokból. De a többiek tehetnek arra, akire még nem tettek, ez szerintem mindenkinél a kisfiú. Igen, kisfiúra én is szeretnék. Most már észre lett. Én is szeretnék. Igen. Jó, menjünk a sorba. Jó, akkor kezdje el, Szabolcs. Kisfiúra a child-dal szeretnék, mert nekem az a legmagasabb értékem. 5 pontot el kell költenem ahhoz, hogy egy pontos legyen a kapcsolatunk, ugye a scary miatt sajnos nem lesz túl megnyerő az első. Viszont... És az milyen kapcsolat lesz? Az a child-nál az egyes, az nem is tudom mi. Elmondtad, de nem tudtam mi. Megnézem megint. Nem a szám számít egyébként, hanem a típus. Oda tekerek gyorsan. Hanyadik oldalon meg tudod mondani? Mindjárt, a 61. alján van. Childból protection-t vagy affection-t lehet provokálni. Mi szeressen vele csinálni a... Aha. Hát, én szerintem a... Affection. Jó. Ezt viszonozza feléd, úgyhogy mind a kettőtöknek egy egyes like-ja születik. Következő legyen mondjuk Réka. Jó, hát... akkor én is Affection szeretnék létrehozni Child-dal, ami nekem 3-as. És ahhoz nem tudom, hogy kell-e költenem rá pontot. Kell egyet. 4-es a célszám. Jó, akkor egy feelinget elköltök rá. Jó. Ez a...
Ezt is viszonozza, ebből is like lesz. Az affection-t azt könnyű viszonozni. És akkor még Naru van. Gondolkodik. Jó. Addig egyébként majd gondoljátok ki, hogy számoljátok meg a dreameket, amiket gyűjtöttetek a jelenetbe, és hogy valaki akar-e költeni és fejleszteni. Szerintem, hogy érdemes. Animal. Legyen az animal elatrást. Jó, ő pedig egy egyes affection-t fog felétek. Mondjuk azt mondom, hogy nekem van összegyűlt 9 pontom a jelenetben. Ebből elköltök 5-öt, hogy egyel erősebb legyen a kislánynak a vonzódása a folyó felé. Ja, de jó, akkor... És akkor én is őt, meg ő is engem 2. Így van, vagy csak ő engem? Csak ő téged, de te írod át, mert ezeket ti adminisztráljátok. Oké. Okay. Ugyanilag egyel több feelinget fogsz emiatt kapni. Valaki még szeretne valami ilyesmit? Mivel a Dream-mel növeljük a kapcsolatokat, ezért én nem. Én kifogytam. Hogy fogytál ki, mire költötted? Hát, ugye nekem volt 8 dreamem. 3-as child-dal, elköltöttem 5 dreamet. Arra feelinget költesz. Mire költök dreamet? A kapcsolat létrehozásakor feelinget költesz, mert az egy próba. Később csinál, később használsz erre dreamet. Jó. De számolj vissza. Nem akarom. Akkor még 5 feelinget belőlök a kislánykába. Mégpedig azért, mert először nem vettem túl komolyan a vele való kapcsolatfelvételt, de végül is kedvesen bánt velem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy hosszú barátság kezdete is lehet. Uh-huh. Akkor elköltöd a dreamedet? Vagy a... Tehát most csináltál ugye kapcsolatot a kislányjal. A kislányjal nem foglalkoztam, tehát nekem a kislány felé ez az első. Ja, igen, tehát akkor most felé szeretnél. Igen. Jó. Matyi elkezdett mondani valamit. Én akarom a Dreamből növelni, hogy 5 pontért lehet növelni? Igen. Akarom növelni az Mitsukót 2-esre. Uh-huh. És folyót is 2-esre. Van 10 Dreamed? Aha, 11 van, most már csak 1. Jó. Akkor ha mindenki végzett, akkor számoljátok fel, hogy mennyi feelingetek és wonderetek van a következő jelenetre. Jó, én még elköltöttem akkor 5-öt a 7-ből a kislányra, és akkor nekem is 2-es felé ennyi a... Jó. Számoljátok a wondert és a dreamet, amit kaptuk. És ezek után a kisfiú az azt mondja, hogy... Jó, menjünk be, beszéljük meg itt, mindjárt esni fog. És a kislány kicsit ilyen szomorkásan mondja, hogy de ne hagyjuk itt az állatokat, olyan jó érzés simogatni ezt a kutyust. És akkor erre megint azt mondja a kisfiú, hogy ez egy, nincs rajta nyakörv, ez biztos kóbor kutya, itt lesz legközelebb is. És a... meggyőződik a kislány, és felmennek a fiú szobájába, ahol egyből beleütköznek a madárnak a raffinált trükkjébe. És
később az így kicsit ki is akadt, hogy te jó ég, mi történt a szobámmal? Be kellett volna csuknom az ablakot, és így keresgélik a nyomokat, nem esik túl nehezükre, és meg is találják a sarokban bujkáló elevet, és így mondják is, hogy madárka, gyere elő, madárka. Hát én hümbánó arcot próbálok vágni, és nem merek, hanem még mélyebbre fújok a ez a negyedik jelenet, bocsánat. Igen. Szerintem. Az előző jelenetet elfelejtettem hozzáadni a feelingekhez, úgyhogy most megcsinálom akkor. Jó. Nagyon izé elbújósz, hegyenlő, kofát vágok. Jó. Kiú az ilyen, kicsit ilyen pánikszerűen próbálja feltakarítani a tintafoltokat, hogy még amikor még nem szárad fel, akkor a menthetőt mentse. Így a szőnyegről nagyon nehéz feladatnak tűnik. A kislány meg így az a baj, hogy nem mer hozzád érni, mert hallotta valamikor, hogy nem szabad hozzáérni a madárhoz, de így próbál így terelgetni így a kezével. Tehát így nem akar hozzád érni, csak így majdnem ilyen riogat, hogy így kiterelgessen a sarokból. Uh-huh. Hát én próbálok elszegülni. Vagy hát tehát, hogy azt akarom, hogy a kisfiú foglalkozzon velem. Ja, de hát próbálom elkerülni. Itt jön képbe az én naivitásom, hogy ugye nem érzékelem, hogy madárka az lenne, ilyesmit akarna csinálni. Egy szegény biztos ténylegesen megijedt, és oda megyek így, és akkor így próbálom így. De ettől most nagyon messze vagy. Messze vagyok, hogy nem mentünk be végül? Mert írogattam át, és ezt nem hallottam. Kutyák kimaradtak akkor mindenki. Igen. A macska is. A macska viszonylag könnyen beüti nyitott ablakon, ez valószínűleg sokat lendítene a a szituáció. Hát jó van, akkor a kismadárat hagy próbálkozzon. Jó, a gürelje közben megpróbál kinyitni az ajtót, az egy kettes adult érték lesz mondjuk, egy konkrétan egy ilyen bejárati ajtót kinyitni, ami be van csukva. És az kell pontot költeni, hogy összejön, mert ugye nekem az egy pontos. Akkor kell egyet költeni, igen. Nem tudok segíteni neki, mert nekem kettes van. Nem tudsz. De kell. Jó. Megpróbálhatnád te is ezt megcsinálni, de ezt ő kezdte el. Egy feelinget elköltök, hogy összejöjjön. Jó. Az ablakon szeretnék akkor próbálkozni, ha tényleg itt van. Jó. Azt tudtam, hogy a földszinti az nincs nyitva, amilyen nappalira néz. De az akrobatikával fel tud jutni a gond nélkül. Ja, a macska az viszonylag könnyen feljut egy ilyen tetős részre. Mindig rosszul írjátok. Nem ő, hanem ú. Fonetikusan írjuk, már csak ilyen sútyók maradunk. Hát akkor is gú egyébként, nem gű, de oké. Okay. Igaz. Na, a macska az belecsimpaszkodik a ablaknak a párkányába, a kutyák eközben bejutnak az előszobába, legalábbis szürke mindenki. Gond nélkül tudod egyébként, ha akarod követni a szagot fölfelé, ahova mentek. Egyébként ugye nagyon idegen környezet ez az emberház, nagyon nem szoktál ilyen helyekre járkálni, de túlzottan az ilyen emberi tilalmak sem érdekelnek téged. Mondom neki, hogy ügyes vagy, hogy kinyitotta az ajtót. Én viszont egy kicsit így félszegen megyek be. Uh-huh. Kettes adót miatt, meg amúgy is ilyen másik házába bemenni, így nem nagyon akaródzik. Be is szeretnék, tehát ez a igazából ott állok még igazából ott az ajtóban, így félig ben, félig kint, hogy nem tudom, mit csináljak. Uh-huh. Én meglátom a madarat, és odahossonok hozzá, és hozzádörgölözködök. Nem létezik, hogy te most oda tudjál osonni, mert éppen a
kislány próbálja kiterelgetni a sarokból, viszont azt megteheted, hogy miközben haladsz befelé, a közben meglát a kislány, így riadtan felsikolt, hogy jaj, ne, egy macska el fogja kapni. Próbált neked kiriasztani az ablakon, és közben mondja neked közben mondja a Nakónak, hogy Nakó, vigyázz a madárra, el ne kapja a cica. Hát a kisfiú kicsit kelletlenül, de oda megy a sarokba, ahol kuporogsz, és így próbálja így a testéről így takarni így azt a kis sarkot, ahol vagy, hogyha feltalálna ugrani a nagy cica, akkor takarja az utat. A kislány megpróbálja kisiccelni a macska. Felpattanhatok most, hogy nem figyel a vállára? A fiúnak? Aha. Most hátal van nekem, és próbálja eltakarni a sarkot. Felpattanhatsz, pillanat megnézem, hogy ez az esetlenséged, ez mit jelent pontosan. Akkor, hogyha nem a szárnyomat használom, akkor bénázok. Uh-huh. Viszont most igazából felrepülni szeretnél. Uh-huh. Jó, hát felrepülsz, de alig bírsz megkapaszkodni a vállába, tehát így kicsit így inoksz. De szeretném használni a... Hát először is azt akarom neki mondani emberi. Lehet emberi nyelven beszélni a fülébe? Lehet. Azt akarom mondani, hogy te butus! És aztán pedig így megöle, aztán pedig így kop-kop, így megkopogtatom a homlokát, és ezt a szárnyaimmal így gyártelele, vagy nem tudom, mit csinál. Aha. Tranquility. Közben emberi alakká változol, vagy ezt... Nem. Uh-huh. Jó, az a... Mennyi a hengelyértéked? Egy? Jó. Akkor nem lepődik meg. Tehát meglepődik, de nem kap szívinfarktust attól, hogy emberi nyelven szóltál a fülébe. Hát aztán is nyugtatom, ugye? Igen, az tudja az a képesség, ugye? Igen. Jó, és sikerül lenyugtatnod, tehát így rápattantál a vállára, megszólaltál, pillanatra így megriadt, így összerezzent, aztán így a kitárva ugye, vannak akkorák a szárnyait, hogy így gyakorlatilag, mint így a két kezemmel így áttölel, csak sokkal puhább az érintés. És azt akarom meg, ennek van valami korlátja, hogy milyen formában tudod használni? Vagy nincs? I am bracing someone. Ennyi van írva. Az a lényeg, hogy mindenképpen kell, hogy legyen szárnya. Tehát nyilván madár alakba érdemes használni. Jó, akkor azt tudja használni. Nem az, hogy... Létrejön, akkor egy ilyen nő az... Nem, ez nem az, bocsánat, ez az utolsó, ez nem is kell szárny. A down pillow? Ez most a tranquility, az utolsó. Mm-hmm. Yeah. Surprise has lost a quarrel or is otherwise troubled. You get them up, bring them out, lost it. Jó, ez gyakorlatilag ugyanaz a varázslat amúgy, ami a kutyának is van. Aha, és amúgy, de most a Szabolcs adott nekem egy nagyon nagy tippet, köszönöm. Akkor elkölteném, ha lehet így gyorsan azt a down pillow-t is. Mm-hmm. Hanár itt a szárnyaimmal legyezgetem. Hogy? Van egy bandered? Persze, 14-en van, és akkor elköltek 12-t, és akkor egyenlő az admirációja iránt, tehát a jobban felnéz irántam, ugye? Van, egyszer használtad egy történetben, és personon megy, tehát emberen, és a volt 18 dreamed? Vagy a dreamed már bandered? Jaj, baszke, tranquility, ezt nem abban használod, akkor viszont nem tudom ezt használni, jó, jól mondod.
Mind a kettőt Vanderből használod. Igen, nem. Igen. Nem de már igen. 20 volt, tudom csinálni. Tudom csinálni, ja. Jó. 20 volt, és most 2. Jó. Mondjuk nekem is elég sok Wanderőm van, mert én eddig csak 6-ot költöttem, és 8-at kapok. Miközben így nagyon-nagyon megölelgetted. Ekközben felérnek a kutyák az emeletre. Macska ekközben macskaegér játékot játszik a kislánnyal, mert nem akarja, hogy kihajítsák az ablakon, de a kislány alapvetően nem annyira ügyes, hogy elkapjon egy macsakot, és miközben ez így történik, a fiú már szinte fel se veszi, hogy feltűnik két kutya az ajtóban. A kérdés, hogy van-e olyan köztetek, akinek valamelyik gyerekhez nincsen kapcsolata? Nekem. A lányhoz? Uh-huh. Akkor te tehetsz impression check-et. Uh-huh. Mert én most az animált használnám vele szemben, mert az volt szerintem reális. Uh-huh. És elköltök rá 6 feelinget, és akkor 8, ugye? Uh-huh. És mit szeretnél létrehozni? Miből választhatok? Ha animal, akkor... Most ha megnézem, anyadik oldalon vannak ezek. Akkor affection vagy trust? Trust. No, bízik benned. Ja, ő bízik benne. Uh-huh. Igen. Azt akarod, hogy meg akarjon védeni téged az child? Nem azt akarom. Ő pedig azt mondja, hogy... viszont azzal a trustot szeretné a bíznál benne, úgyhogy mind a kettőtöknek lelkja lesz. Uh-huh. És akkor nekem egyes, neki kettes? Nem, egyes, tehát akkor feleslegesen költöttem a... Nem. Attól te még a tiéd kettes marad. Nem, ez enyém, vagy az övé kettes? Tehát te létrehoztál... Ja, igen, az övé kettes, igazad van. Jó van, bocsánat. Én csak nem értem, hogy hogy van. Okay. Jó, igazad van, én beszéltem fel, közben csetelek, meg mindent kell csinálnom. Uh-huh. Ő neki kettes feléd, mert azt te hoztad létre, ő pedig egyest hozott létre. Jó. Az annak a számértékét adott meg, amit te hozol létre. Csak most kicsit összekuszálhozzam. Uh-huh. Jó, akkor... Jaj, nevekbe is mindenben már belebonyolódok, pedig ez egy egyszerű játék. Itt lezárul a jelenet, aztán kezdődik majd egy új. Számoljunk pontokat. Na akkor a kislány, mit cukol a fiú? Oké. Okay. Na nézzük, hol volt legutóbb elvágva, nem olyan rég. Én kaptam 5-öt. Megint 9-em lesz. Ez azt jelenti, hogy a fiúnak mennyi van feléd? Madárka. 3. 3-as admirációja van. Azt 4-esre erősít. De nem, mondjuk 8 dream lenne az. Na, legyen az, az most így tökre reális. 4-esre erősíti 8 dreamért, mert az már drágább. Hmm. Úgyhogy már 4-esen admirál téged. Többiek? Na, hogyha most határozottan cselekedett a jelenetben. Igen. Akarsz valaki felé kapcsolatot erősíteni? Vagy meg, hogy kapott-e pontot, azt is nézzétek meg. Kapott. Én folyamatosan vezettem. Jó. Talán a kislány fel lenne most érdemes. Hát van a Narunak 15 dreamje.
Ilyen sok. Ja, igen, mert egyszer kapott 10-et. Igen, csak azért. Jó. Akkor tud akár többek felé is egyébként. Meg változtatni is lehet ilyenkor a kapcsolat típusát. Kislány felé hanyas ereje van? Mindenkivel egyesen van. Kettesre lehet növelni 0 pontért is, hogyha sikerül az impression check. Az csak az impression checknél, az meg már volt. Aha, jó, akkor... akkor 5... ja. Hát majdnem mindenkire emelhetsz. Akarsz? Azt is lehet csinálni. Kislány felpróbál. Jó, hát az sikerül egyen mindenképp, akár még kettővel is. Legyen egy a lány fele, meg egy a fiú fele. Jó, egyébként a csapattársak felé is tudtok, csak már azt pedig nem csináltatok az elmúlt. Jó, írjátok fel. És akkor írjátok fel a következő jelenetre kapott feeling és wonder pontokat. Jó. Közben szeretném jelezni, hogy szeretnék növelni a folyó felé egy pontnyit. Uh-huh. Egész jól összedolgoztunk mostanában. Jó. Akkor viszont ugye neki is nő felőled automatikusan. Uh-huh. Jó. Mi? Tehát akkor én is egyen növelem. Hogyha egymás felé növeljük, akkor fölnő egy... Az a lényeg, hogy ő, hogy neked érzelmed, kapcsolatod van felőle. Mivel ő növeli a kapcsolatát feléd, ezért neked felőle nő, hiszen az ugyanaz. Csak ez egy másik hivatkozásban ugyanaz. Uh-huh. És nekem is volt az érzelme felé, mert ugye megszakadtunk, aztán valahogy nem sikerült elmenteni a drive-ot. Nekem like volt feléd. Te is növelsz felé külön? Én nem növelek, nekem csak 2 pontom van, elköltöttem a kislányra. Uh-huh. Úgyhogy nekem még mindenkivel egyes. Jó. Viszont akkor a te feléd növelsz. Akkor őnek is emelkedik. Igen. Akkor te is írd fel, Réka. Hogy akkor a madárnál is, meg nála is nőtt egyen, jó. Mert ugye a madárka is növelte felém a trásztot, oké? Okay? Feléd növelte? Az van neki felírva. Igen, felé, meg a fiú felé. Még az előző jelenetben növelt a felém. És hogyha ezek növekednek, akkor amennyi wandert kapok, az is növekszik? Igen. Hú! Oké, akkor számolok. Most növelte, te is ér felé? Én nem. Nem felé, nem növelt a... Felé növelnek sokan, úgy látszik. De ilyenkor nekem felé nem növekszik akkor? Hm? Tehát a csapattársam felé nem növekszik? Nem, mert ahhoz neked kell növelned. Aha, de jó. Hát majd, hogyha lesz pontom. Jó. Mindenki végzett? Én igaztam. Igen. Akkor mindenki. Jó. Ott tartottunk, hogy a madár egyszer megszólalt, ez volt talán a legfontosabb dolog abban a jelenetben. És aztán így a fiú felét fordul, és akkor azt mondja neked, hogy miért jöttetek ti ide? Tehát így határozottan úgy tűnik a viselkedéséből, mint hogyha valamiért elvárná, hogy te most akkor tudj válaszolni. És annyira talán nem is meglepett, mint meglepett kéne, hogy legyen, hogy te beszélj. Bár neked természetes, hogy te tudsz beszélni. Van a környéken tükör a szobájában, van tükör mondjuk az ajtón, vagy polcon? Nincs, vagy... nem látsz. Uh-huh. Hát akkor én oda röpvenek a tintafoltokhoz, amiket csaptam. Uh-huh. És akkor ugrálok, már gondolom megszáradtak, de ott hatogok fel. Igen. Nem válaszol? Nem, hát hogy odaszállok, ott partogok, majd újra visszaröppenek a búvóhelyemre. Aztán pedig nézek rá. Ilyen nagy szemekkel, na? Mennyire vagy okos gyerek? Plusz egy... valami... Jó, többiek közben?
Akkor én látom, hogy a madárot ugrál, a kislánya a cicával próbálkozik, ugye? Jó, igen. Hát... Cicát próbálja egy ölelő karjaiba zárni. Jó, hát... Na, most cselekedjen előbb a gurály, majd utána cselekszem, mindig ő marad utoljára. Gurály, mit csinál? Akkor most már beszélhetek? Igen. Jó. Erről... Meddig is beszélhetem. A srácot, meg a kislányt egyszerre, hogy hát, mi kettő felé fordulva emberi nyelven, hogy most mi a helyzet ezzel az esővel? Hogy mit tudtok róla? Jó, mennyi a henge értéked? 2. Jó, akkor a lány tudja kezelni a meglepetést. Azt egyből abba hagyja a macska üldözését. És azt feleli, tehát így nem azt kérdezi vissza, ugye, hogy te tudsz beszélni, meg ilyenek, hanem azt feleli, hogy ez a nakó butaságokat beszél, az eső az csak ugyanúgy esik, mint mindig, és butaságokat beszél. Akkor erre azt feleli Mitsuko butaságokat beszél. Jó, van, már én is kezdek összekavajodni magamba. Mitsuko butaságokat beszél, és az eső az csak esik. Akkor erre azt feleli a fiú a lánynak, hogy de nem, hát te is tudod, hogy az egész miattunk van, és nézd meg, hogy már itt is esik a ház előtt, és már utolért minket az eső. És egyébként tényleg már esik. Tehát, én is közbeszólok, felbátorodva azon, hogy Gurály beszélt, én is megszólok, hogy biztos nem csináltál semmi rosszat, nem azért, csak mi történt, mi a baj? Hát, ha segíthetünk, és között csóválom a farkamat, és próbálok minél bizalomgeresztőbbnek kinézni. Jó, hát a fiú is már felétek fordul, de azért még így közben folyamatosan pislog vissza a madárra, mert így egyre gyanúsabb, hogy ez a madár beszélt, és hogy ezt tudna válaszolni, csak hogy valamit akar tőle. És azt mondja, hogy De én voltam, de nem volt szándékos. De mit csináltál? Mert lehet, hogy tudunk segíteni. Látod, kicsalogattunk a szobádból is. Igen, és teljesen tintás lett az asztalom, és nem tudom, és a apa haragudni fog rám, és a házi feladatom is elázott a tintába, és írhatom újra, és az egész a madár miatt van. Én pedig így leülök ott, így lehúzom a füleimet, behúzom a farkamat, és ne haragudj, nem akartunk semmi rosszat, csak segíteni szerettünk volna. Mondom neki. Nem haragszom, de kik vagytok ti? Kicsit kezd túlterhelődni, így látszolva a srác, tehát így oké, hogy ilyen beszélő állatok, meg minden, meg valami miatt ő ezt most viszonylag jól fogadja, a kislány most meg se szólal, de kik vagytok ti, és mit akartok, és... Na jó. Én használom az It's All Right-ot. Én is azt akartam, de akkor használni. Még nem használtam, most én szeretném. Jó, menj, nyalogass rá. És hogyha használt a megnyugtatásom, akkor csak annyit mondok neki, hogy mi a barátaid vagyunk, vagy leszünk, ha te is szeretnéd. Mm. Jó, költsd el a csodapontokat, és a fiú az így kicsit így lenyugszik, és nyugtában kicsit visszatér egy másik témára, és ugye a madárhoz fordul, hogy mondd arra, hogy te mit szerettél volna, és így tényleg sokkal nyugodtabb. Tehát most, hogy így egy... Most, hogy őt is pofánnyal intotta egy kutya, így már sokkal nyugodtabban viselkedik.
Matyi? Igen? Most tőled kérdezett. Bocsánat, nem hallottam. Azt mondta, hogy így feléd fordulva, hogy mit akartál mondani. Tudom, hogy te is tudsz beszélni, és nem tudom, hogy mit akartál, és nem értettem. Gondolkodom. Jó, közben a kislány az, még a... Mondja. Azt mondom, akkor megszólok én is emberi nyelven, és azt mondom neki, hogy... A te tappancsaid láthatatlan tintával lettek bepiszkolva, és ezzel hátat fordítok neki, és a farkamat mutatom neki, mint aki megsértődött, vagy nem érti. És tényleg nem érti láthatóan, de a többiekhez fordul, hogy ti értitek? Mit akar tőlem ez a madárka? Nem értem, pedig biztos a farkas küldte. Mi a farkas? A tete is végre megszólal, hogy csodálkozással a fiúra, hogy milyen farkas emberi nyelven. Már megselepődik. Én meg... Cica olyan rég került elő, mert nevét is elfelejtettem. Naru. De mindig beírom. Ha figyeled a chat ablakot. Jó. Azt mondja, hogy hát semmilyen. Én oda megyek hozzá, így... Ránézek, így bátran dörgölőzök, meg minden, és így elmondhatod, segítünk szívesen. Hát, ha tudunk valamiben, és így nézek rá. Kislány közben így megrázza magát, a fiú az így teljesen így bátortalan, tehát, hogy így nem fél tőletek, meg nyugodt, de... valahogy azért még szégyelni magát, és ugye a lány mondja, hogy jaj, Nako, ne legyél már ilyen, nem a te hibád volt, nem tudhattad. Aj, de örülök, hogy cseten írtok. Nem tudunk egyszerre többen beszélni, úgyhogy muszáj. Jó. És azt mondja még a kislány, hogy játszottuk az erdőben a farkasistennek a szentélyénél, és játék közben véletlenül az egyik szobor megsérült, és nagyon aggódik, hogy rá fogják, hogy ő csinálta, és hogy rosszat csinál, de hát semmi nincs azzal a szoborral, mert össze-vissza volt repedezve, már benőtték a növények, már magától is szétesett volna. Hát én pedig közbeszúrtam ott a beszélgetésben a madárhoz és a kutyához, hogy szerintem az esőre gondol, így rájuk nézek, hogy az a láthatatlan tintant, hogy maga után. Csak hogy a madár meg az ő beszélgetésből beleszólva. Még jobban nem értem, hogy ilyen kutyás ilyen... Fejjel így nézek. Így a kutyaként... Én csinálta. És így... Biztos vagyok benne, hogy nem akartatok semmi rosszat, de ha megmutatnátok, hogy hol van a szobor, hát ha tudunk segíteni. Közben ezt a madaras témát tudjátok le így mellesen, mert ez a kereső beszélés nagyon... Jó. Hát a madár megmakacsolja magát, és összeszorítja a csőrét, hogy...
és nem húsz se beszél. Megnyalhatom? És felholdom a csőrömet. Még egyszer megkérdezem, megnyalhatom a madarat a It's Alright-től? Én arrébb repülök, jaj nem. Nem tudom, hogy hat-e rá, mert azt hiszem az personra, tehát személyre hat, meg henge. Nem tudom, itt csak annyit ír, hogy szám van, tehát... Akkor hatna rá alapvetően, de most nem ideges szerintem, hanem snob. Aha, igen. Na, ne legyél ilyen! Nézek rá. De akkor... Szép ki, úgy... Mondjad. Rajzolok egy parabolát a csőrömmel. És aztán újra nagyon hüszkén nézek magamra, és a lábammal elkezdem magamat hetvészkedni. Én pedig mondom, nagyon szép, nagyon jól tudsz rajzolni a csőröd, de hiszen madár vagy, hát szeretem a madarakat, mert nagyon ügyesek vagytok, de én még én nem értem teljesen, és úgy érzem, hogy a többiek sem. Elmesélnéd? Elmondanád? Nézzek rá ilyen nagy szemekkel, ugye a respektből kiindulva. Hát. Nem. Én most makacs leszek. Sarébb szökkenek repülve. Pedig így megfeledkezik a jelenetről, és így, te szépen repül. Miközben így megy el. Többiek? Mesélő? Én inkább a gyermekkel foglalkozok. Még egyszer? Én inkább a gyermekekkel foglalkoznék. Na, akkor legyen a Naru, úgyis ritkán cselekszik. Persze, mert én most megfigyelő vagyok, nem értem az egészet. Úgy... Jó, hát amíg gondolkozik, hogy mit csinál, addig én a gyerekektől így megkérdezem, hogy milyen farkas, milyen szobor. Jóha tudjátok, hogy a erdőben is élnek olyanok, mint mi, és néha vannak szobraik, régi szobrok, és nem szeretik, hogyha megrongálják őket. Mert a fiú az így fogja a fejét, így próbál így elbújni, és remélni, hogy láthatatlanná fog válni, de egyelőre nem történt meg. És a lány mondja, hogy igen, a pont emiatt aggódik, mert játék közben az öreg farkasistennek a feje letört, és aggódik, hogy haragszik rá. Uh-huh. Nem mer kijönni a szobából ez a nyuszi. Ez könnyen meg lehet oldani. Csak vissza kell menni, és vissza kell tenni a helyére. És bocsánatot kérni. Bocsájt. Mi is segítünk. Az nem olyan egyszerű, az csak a felnőttek tudnak megjavítani egy szobrot, mi ahhoz. Nekünk ahhoz nincsenek szerszámaink, meg lehet, hogy kicserélni kell a szobrot, és nem akarja elmondani a felnőtteknek, hogy ilyet csinál. De tényleg nem akartunk semmi rosszat, semmi, csak játszottunk, és tényleg éppen csak hozzáért ahhoz a szoborhoz. Hát akkor nem a apukádnak kell elmondani, hanem olyan felnőtteknek, akik kijárnak az erdőbe. Biztos vannak olyanok. De egyébként itt szeretnék átalakulni, hogy lássák, hogy nem levegőbe beszélek, tényleg segítőkész vagyok. Ez a kisfiú forma, ez a kis fülecskékkel, a kis kutyafarkincával. De nem azért, hogy kevesebb pontból kerüljön, hanem azért, mert most ugye ezzel elfogadtak annyira, hogy ne kelljen nagyon túlzásba vinni az álcázást. És miután átalakulok,
folytatom a mondatot, hogy de felnőttek nélkül is meg tudjuk oldani. Először haladjunk sorjába. Először megcsináljuk a szobrot, aztán utána szólunk a felnőtteknek, hogy nézzék meg ők is, és tiszteljék ők is a farkasistent, mint régen. Amúgy négy feeling pontonba, vagy négy bármilyen pontonba kerül átalakulni. Négy bármilyenbe? Aha, énben nem. Akkor négy Wanderbe, nem? Akár. Elköltöttem. Hogy reagálnak erre a gyerekek? A gyerekek ezt már viszonylag nyugodtan fogadják. Tehát az, hogy beszéltek azután, hogy így ő is egy ilyen gyerekszerű, ilyen fülesfarkas állapotban ment ezzel, kicsit ilyen, például egy szemmagasságba kerültetek, ez például akár még jót is tesz a beszélgetésnek, hogy nem egy ilyen csimbókos kutya beszél hozzájuk, hanem egy kisfiú, ez így mindenképpen egy szimpatikusabb állapotnak tűnik nekik. Ezt az, hogy valami szellemek vagytok, ezt már eddig is így gyanították. Ugye Japánban vagyunk, ott úgy alapvetően a kultúrában benne van, hogy vannak istenek meg szellemek. Jó, hát én is átalakulok, és ugyanígy ilyen farokkal is ülne, egy ilyen, velük egy magas, ilyen barna hajú, nem voltak itt, amikor meséltem, egy ilyen vékony, báligírű barna kislány, barna fülekkel és barna farokkal, és ide megyek a kisfiúhoz, hogy látod, semmi baj nincsen, segítünk, hát, ami bennünk könnyebben beszél. És hogyha bocsánatot kérsz, akkor biztos nem fog haragudni. Töltsd le teljes a pontot. Igen. De ha bemegyek, akkor lehet, hogy megtámad, és megesz, és nem megyek ki innen, de ha megkérdezitek, hogy haragszik-e, és ha én nagyon sajnálom, és mondjátok meg neki, és beszéljetek vele veletek, biztos sokkal szívesebben beszélne, mint velem. Jó, beszélünk vele, de ha utána szeretne veled beszélni, akkor már nem mondhatsz nemet. Persze. A kislány közben kérdőn néz a macskára. Kérdőn néz a macskára? Gondolom azért, hogy te is át tudsz alakulni. Ja, tehát nem ijedtek meg a gyerekeket től az átalakulástól. Nem, a gyerekek és az öregek jól szokták viselni általában az ilyesmit a történet szerint. A felnőttek azok, akik ezt túl szokták reagálni, kiértik. Uh-huh. Hát akkor én is elköltöm azt a négy pontot, vagy mennyit kell elkölteni. Négyet tetszőleges pontokból. Wanderből. Jó. A madár ilyenkor mit csinál? Az is átalakul, vagy? Hát az ő döntése, ő. Aha. Ő továbbra is külön áll. Milyen? Hogy néz ki a macskának az ember alakja? Ja, azt még nem mondtam. Naru, egy 10 év körül kislány, vörös hajjal, szeplős, csipkés, rövid ujjú, és rövid szoknyában van. Uh-huh. Ezzel egy hosszú zokni és baletcipővel. Ja, hagyd még a ruhát is. Hát én ennyire nem írtam le. Pedig a ruha is az alakhoz tartozik amúgy, tehát az is a formának a része. Jó, hát akkor gyorsan kipótlom, ugye rövid barna a kislány, hát ő inkább 12 éves forma, és ilyen rövid nadrágban, trikóban, ilyen sportosabban, inkább kis sportcipőben. Uh-huh. Nagy barna szemekkel. Uh-huh. Jó, akkor a kislány egyébként most már kicsit ilyen felbátorodott, így kezet nyújt a macska lánynak, és azt mondja, hogy örülök, hogy megismerhetlek, Nakó vagyok.
Pont én is bemutatkozni akartam. Hát adom a kézfogását. És én bemutatkozok felé. Jó, és ő egyébként kezet nyújt a másik kislánynak is. És így elfogadom, rámosolyogok nagy szélesmosolyogok, az én nevem Polyó. Örülök, hogy megismerhetlek. Én is, nagyon. És így csóválja a farkát közben, ami ott van. Ja, ember alakban is az a jellemző, hogy úgy viselkednek, mint az állatforma. Hát ők alapvetően ők állatok, tehát ők alapvetően állatok, akik szellemek, és tudnak ember alakot felvenni, de inkább állatok elsősorban. És aztán a kislány a madárhoz fordul, és azt kérdezi, hogy te lány vagy fiú? Ránézek, és meglóbálom a farkamat, aztán újra elkezdek hetvészkedni. Mondjuk igen, de akár a sznobizmusában elvárhatja, hogy felismerjék a tollazatáról, hogy melyik. Igen. Jó, ezek után a Mitsuko azt mondja, hogy jó, hát hogyha beszéltek a kedvemére a farkas istennel, és nem fog bántani, akkor utána bocsánatot kérek, de most nem akarok kimenni a házból az esőbe, és különösen nem akarok az erdőbe menni, pedig olyan jó volt eddig ott játszani. És ezt ti is tudjátok, hogy az erdőben játszani az egy nagyon tuti dolog. Ott lehet a sok rókával találkozni, akik öregek és nagyon jó sztorikat ismernek. Jó, akkor itt véget ér a jelenet. Lezárom. Majd valaki írja rá, hogy mennyi dreamet kaptam. Most elmegyek mellékhelységre. Addig számolgassátok össze a dreameiteket, és ha csak valaki nem akar 4-esre emelni dolgot, akkor meg tudjátok csinálni a kapcsolatnövelést. Jó. Amúgy én kicsit elvesztem. Nem úgy volt, hogy jelenetenként egy-egy pontot adhatunk mindenkinek? Mert... Igazából folyamatosan lehet adni. Értem. Jó, akkor félreértettem, mert én mindig egyet írtam be, mert arról volt, hogy egyszerre egyet, azt hittem, hogy az egész nyelvben egyet, mert de látom, hogy van, aki egy valakinek többszöröd, úgyhogy jól van. Hát igen, egyszerre egyet, tehát nem adhatsz rögtön plusz kettőt, de azt megteheted, hogy miközben így csinálják a cukiságot, vagy a mást. Nyilván nem másodpercenként, de a józanész keretein belül többször is lehet plusz egyezni. Cicának én én növeltem egyel. Jajtok, egy. Nincs túl sok dreamem sajnos, 2-3. Cica felé? Én is, nekem is pont ez jutott eszembe. Akkor azt szeretném kérdezni a Hanabitól, hogy a cica fele mi volt az érzése, mert ugye mi megszakadtunk és... Respekt. Respekt volt? Respektáltam. Most az értékem már 2-es, szóval ezt tudjátok beírni oda, hogy 2-es. Jól van, hát mivel nekem még mindig, most csak 6 pontom van, melyik előző, ja, igen, ezért én elköltök 5-öt arra, hogy a madárkának fölneveljem a respektet plusz 1-jel. És akkor 2-es. Ha. Mondjuk lehet, hogy több dreamem van, csak elvesztem közben, és sok kicsit el is van. Na hát miközben megbeszéltük, hogy ki kinek növeli. Jó, eddig számolok. Ja, az bocsánat, ezt nem számoltuk. 2-t látok. 3. 3. Jó, akkor még nincs annyi, hogy növeljek.
Jó. Akkor innen ott folytatjuk a következő jelenetet. Ez egy evening jellegű jelenet lesz, ami azt jelenti, hogy ingyen van a füles farkas formát felölteni, mert már esteledik. Ilyenkor a legkönnyebb az hengéknek alakot váltani. És akkor megkért titeket a kisfiú, hogy menjetek el az erdőbe, és kérjetek bocsánatot a farkas istentől. Akkor kitegyek, kifejezetten esik az eső, például a madárnak biztos nem szimpatikus. Nem, mert rászállok, ha emberi formában van, akkor rászállok a folyónak a vállára, és én úgy utazom. Én kutya alakban terveztem el meglátogatni a farkas isten, de akkor rászállhatsz a fejemre, vagy a hátamra, nekem az is jó. Oké. Igen, többiek képtelen. A kettes adótja van, ő tud védekezni az eső ellen, nem? Tehát ért annyira a tárgyakhoz, hogy ne ázzon el, mert nem szereti a vizet ő se. Hát emberi alakban, tehát kérhet egy esernyőt az útra például a gyerekektől akár, hogy legyen esernyője. Kérsz? Hát akkor odafordulok a... Odafordulok a gyerekekhez, és megkérdezem tőlük, hogy erre az útra tudnának-e adni egy ernyőt. Mert nem szeretem igazából az esővizet, nem viselem el. Jó, hát azt mondja a fiú, hogy persze, két esernyőm is van, más is kér, az alatt mind elfértek. Még emberi alakban mondom, hogy nem, én visszaváltozom, kutyus se, madárbarátommal együtt tartok, és ott visszaváltozom. Én meg így gyerek alakban így legyintek, hogy bírom a vizet, de azért köszi. Meg is trappolok. Oda megyek a durci madárkához, és így leülök elé, és így a mancsomat így piszkálom vele egy picit, hogy jöjjön ő is, meg hogy megnyugodjon, ne haragudjon. Maragszom. Nézzek rá ilyen nagy kutyus szemekkel, hogy tényleg nem haragszik-e. Nem, ennyi van. Na, megszólalt, ez már fejlemény. Ja, de csucsipogtam. Akkor meg nem értette. Jó. Akkor kaptok esernyőt. Én jelezném, hogy úgy közlekedek, mintha ugróiskoláznék. Persze nem ismerem a szabályait, de láttam, hogy az embergyerekek mindig ezt csinálják. Így kitártam a kezeimet, mintha repülnék, és akkor így ugróiskolázok. És mindig valami pocsolja a célpontom. És amikor elérem, akkor két lábba így beletoppanok, és akkor elégedetten ugrálok a következő pocsolja. Aha! Akkor én hirtelen mögé szállok. És adok neki szárnyakat. Én pedig boldogan így körbe rohangászok körülött a kutyus alakban, és ugatok, és csóválom a farkamat. És így utánzom őt, amikor, bár én kettes adultól kicsit többet tudok, de amikor belecsobban, megvárom, míg elmegy onnan, és én is utána csobbanok. Így követem pocsolyára. Madár, hogy fejezze be. És mennyi, hogy amikor látom, hogy széttárja a kalét, és így ugrobugrál, akkor hát mondom, magamra gondolom, hogy milyen béna nem tud röpölni, megszánom. És oda röpülök, és adok neki szárnyakat 8 pontért. Jó. A ugrás közben azon kapja magát a szürke kutya, aki most ugye a kisfiú alakban van, aki emlékszem, ilyen kicsit ilyen szakadtas szürke ruhái is vannak. De a kisfiú alakodat még nem nagyon írtad be legutóbb se. Igen, de nem mutatom meg az alakomat. Nem, te, a kutya. Ja, a kutya. Én? Uh-huh. Az ember alakodról valahogy mindig... Az előző játékban leírtam, azt elfelejtettem, hogy itt nem. Uh-huh. Egy kócos, fekete hajú, ilyen 10 éves forma kisrác vagyok,
hosszú ujjú szürke póló van rajtam, ezen van felül egy rövid ujjú piros-fehér kockás ing, nadrágként 3/4-es rövid nadrág, és egy alapvetően ilyen sesszínű, de ilyen kék és ilyen nagyon-nagyon-nagyon bántóan neonzöld csíkokkal ellátott tornacsuk a lábbelim. Jó, tehát miközben így ugrálsz, az egyik ilyen hamis ugróiskolás ugrásod előtt így azon kapod magad, hogy ilyen hihetetlenül magasat ugrasz, és így a következő 2-3 pocsolya felett így elszállsz az esőben, és tehát, hogy hirtelen nem is esel le igazából. Én szerintem nagyon megijedek, és elkezdek össze-vissza hadonászni, és hogyha nem zuhanok le, akkor biztos, hogy nekirepülök egy fának, vagy egy villanyoszlopnak, hogy nem tudom magam irányítani ijegységemben első körben, ez majdnem biztos. De még az is lehet, hogy lezuhanok ijedtem be. Ja, mert így ahogy eléritek az erdő szélét, így repülsz előre, és sikerül megkapaszkodnod egy ilyen lelógó ágban, ami egy ilyen stabil pontot ad. Én oda szaladok alá, és így kérdezem tőle, hogy így emberényen vagy, jól vagy? Nem, mondom remegő hangon. Pedig ilyen lelapított fülekkel, ilyen szomorúan nézek, hogy segíthet-e? Leszállok vele szemben egy ágra, és így szép lassan mutatom a szárnyaiddal, hogy így... Aztán arrébb lebbenek egyik fáról a másikra. Hát így mondom, hogy hú, ebből mi lesz, megpróbálom utánozni a hanavit. Jó. Viszonylag könnyen megy. Sőt, majdnem könnyebben, mint neki, mert neki is lassan majd azt hiszem varázsolnia kell, hogy tudjon még ilyen időben is repülni. Mert az alapvetően ugye madárként nem valószínű fog menni, de van azt hiszem erre egy külön varázslat, a Wings. Igen, és ő is úgy tud repülni, ha elköltve két pontot bármiből. Akkor tud repülni bele. Jelenet alatt elköltök kettőt, vagy tudjak összerepkedni. Az azt írt Wonder, nem? Ha csak nem írja külön, mert az csoda. Igen, azt írja, hogy by spending two wonder and or two feelings. Ja. Jó. Én így szólok a kismadár után, hogy Hanabi, nem ázol meg, jól vagy? Nem jössz a hátamra? Ahol ugyan megázik. De a macska egyébként közben még olyan élményekkel lett gazdagabb, hogy bár kapott esernyőt, hogy ne ázzon meg a füle meg a farka, ami ugye a bundájából kilógó rész, meg a ruhája se, de azért időnként így oldalirányból is jön az eső, így valahogy mindig a kutya felől is szemből. Jó, ilyen kalandosan, játékosan beértek a mellett. Bocsánat. Én felajánlanám a madárnak, hogyha akar, nyugodtan álljon be. Lenni alá. Az erdőben már nem félek, az már az Helena állunk, nem az erdőnek, ott meg tudok. Hát az erdőnél vagytok, itt is itt inkább az van, hogy így folyik le a leveleken összegyűlt víz, tehát nem... Van, lehet úgy menni akár, hogy ne nagyon ázzál meg, de ahol folyik, ott ilyen rendesen ilyen csermelyet folyik le a fákról. És ilyen kis patakok is, amiket már ti jól ismertek, hogy esőben milyen patakok szoktak kialakulni, azok is már megvannak. Fölösleges az erdő, úgyhogy összecsukta a macska. Jó. Haladtok az erdőben, és akkor... Hirtelen így, ahogy már beljebb vagytok, de az egész így elszürkül, tehát minthogyha éjszaka lenne olyan, nagyon hirtelen tűnik el körülöttetek a fény, és egy ilyen, és az egyik ilyen kis domb felől megláttok egy elég ilyen zömök, még a legnagyobb kutyánál is nagyobb ilyen alakot, amitől ilyen semmilyen fény nem jön, és annak ez a nagyon mélyről jövő morgó hangja, mint hogyha maga a föld és a fáknak a gyökere morogna, az
mondja, hogy mit akartok itt, kicsi hengék. Én egyébként most már tudom kontrollálni a repülésemet? Tudod. Akkor a farkas feje fölött így körözve lassan, mert azért félek, hogyha gyorsabban repülök, akkor nem megyek egy fának. Azért fölöttről leszólok neki, hogy állítólag van itt valahol egy törött farkas szobor, megjavítanánk. Ha lehet. Azt így tovább röppenek vissza a többiek felé. Bátor kicsi henge vagy, tőlem mindenki félni szokott. Mondja ezen a morgós hangján, és tehetsz 6-os ellen egy adult tesztet, hogy észrevegyél valamit. Én közben megkérdeztem a farkast, hogy ugyan miért tenném? És így próbálok rá minél bizalomgerjesztőbben. Erre feelingen. Nem értem, miért tenném, az mire vonatkozik. Hát, hogy a félni szokott tőle mindenki. Nem vagy olyan ijesztő. Én elköltöttem a pontokat. Jó, hát azt látod, azt észleled a morgós hangjából, ugye ő is hasonszőrű állat valamennyire, mint te, hogy így mondja, és így mindent ezen a nagyon morcos, morgós hangján mond, de nem, tehát ő nem örül neki, meg nem ijeszgetni akar azzal, hogy ő ezt mondja, hanem ez csak egy ilyen kicsit ilyen sztoikus tény megállapításként veszi, hogy tőle mindenki meg szokott rémülni. És a lánykutyának pedig azt mondja, hogy ti talán nem, mert ti szellemek még jobban ismeritek ezt a világot, mint az emberek, de az emberek mindig is féltek a szürke farkastól. Én meg erre azt mondom, hogy szerintem inkább a farkasok féltek az emberektől. Nem is tudom, melyikek vannak elterjedve a földön, és ezzel csak ott leszállok egy ágra tőle, messzire. Messze persze. És ott csupán hillegeltem a kapcsolatot. Alapvetően még belefér, de mondom, hogy ez egy ilyen úgymond világi info, hogy a hengék alapvetően azért tisztelik a helyi isteneket. Alapvetően a természetes ilyen felettes lényeik. Tehát mint az angyaloknak az istenek, mondjuk. Próbával. És azt mondja erre a farkas, hogy igen ám, de az emberek mindig féltek attól, amit nem ismertek. A farkasok csak attól féltek, hogy az emberek mit fognak félreérteni. Mindig az emberek utasságától féltek. Azt nem mondtam, hogy jobbak. És ezzel békén is hagyom. Jó. Tehát egy kicsit ilyen nem haragszik rá, csak ilyen kicsit ilyen kioktatóan mondja, hogy a farkasok mindig is az emberek utasságától féltek. Jó. Na most a szobros kérdésre mindjárt válaszol, viszont találkoztatok a farkassal, itt véget ér a jelenet, és lehet impressionálni az istent. Én azt a hengével fogom. És nekem ez a sticking close, ez nem segít valamit ebben a... Fogalmam sincs, így idézni. Várja, mindjárt mondom, ez a impression check-nél lehet használni, azt írja. Ugyanakkor, mint amikor impression check-et teszek, igen. Ugyanakkor jelenünk meg. Van lesz egy oldalszám? 48. De a karakternapomról is ott van a power-ok között. Sticking close 4. Megvan. Ez a közel szimató, vagy mi ez? Lenyugtatod? Igen, when you are both appearing in the same scene and you use this power, they receive feelings like the strength of your connection. Hát már eleve kicsit önidegesnek tűnt, szóval. Use this at the same time.
Nem az impression check-kel, csak annyit tudod használni, amikor éppen van. Uh-huh. Ez azt tudja, hogy you are both suffering in the same sense, uh-huh. You are used this power. De miért D? Ezt nem értem. Nem értem, hogy miért D. De az, hogy valaki kap annyi feelinget... Szerintem a sticking clause-nak akkor van értelme, hogyha már ja, csak van connection. Jól van. Így egy ismeretlennel személy szerintem nincs igazából. Jó, hát akkor majd máskor. Oké, nem átolvasom, nem olvast már tendesen akkor. Most én sem értem értelme, hogy hogy van. Kicsit. Én érdekesen volt... Na, számomra. Lehet, hogy azért, mert nem ismerem el annyira még a játékot, inkább megkérdezem. Én is értem, pedig én ismerem. Mivel lehet a rivalry-t kialakítani? Azt hiszem, adulta. Akkor én azt akarok csinálni. Uh-huh, az... És legmagasabb a kettes, amit össze lehet hozni? Impressionnel igen. Utána egyből tudod dreammel növelni akár. Aha, akkor elköltök 5 pontot feelingbe. Uh-huh. Hogy... És akkor most neki lesz kettese, vagy nekem lesz kettes? Ő fog veled, ő akkor majd veled rivalizálni. Aha. És azt mondja ezért cserébe, hogy egyesen elismert téged. Az melyik az admiration? Vagyis? Aha. Ő ellene... Várjál, akkor azt ő adja nekem? Igen. Jól írtam föl, vagy fordítva? Megnézem. Ez a polyó. Gethenge? Jaj, hol van a tiéd? Ah, itt van. Kérlek más neve. Wolfgard. Igen. Igen. Én scarym az ér bármennyit is? Tehát, hogy örülön is hátrányból indulok? Megnézem, csak hadd jussak ezeknek. Itt van scary, menjünk még impression, csak ijesztő kutya vagy. Szerintem nem elő person, nem person, tehát nem ember. Jó. Mert én arra gondoltam, hogy nem, mert ő nem person. Hengével szeretnék egy respektet elérni nála. Tisztelen téged? Jó. Ő pedig arra buzdít téged, hogy mivel alapvetően ő itt a legnagyobb kutya, nem pedig te, és hogy ezzel kicsit a jelenléte azt téged rivalizálásra késztet, hogy te legyél itt a te legyél itt a nagy kutya, és ne ő. Ami elég valószínűtlen, elég nagy szakadék van kettőtök között, de akarsz vele rivalizálni, mert valószínűleg meg akarod védeni mondjuk a társaidat. Jó, akkor én pedig Trustot szeretnék vele kialakítani animallel, kettős animallem van. Uh-huh. Az 2 pontba kerül legalább. És hogyha többet költök rá, akkor... Vagy ez úgy nem? Akkor ha 6 pontot költesz rá, akkor 2-es jön létre. Jó, akkor elköltenék 6 pontot rá. Jó. Ő pedig azt mondja, hogy ő is Trustol téged. Úgyhogy neki van, felé egy egyes lájkja, neked van felé egy egyes lájkod, neki felét pedig egy kettes. Uh-huh. És ez a, tehát hogyha lájk, akkor ő bízik. Igen, tevelitek egymást, csak hogyha mind a ketten trustot próbáltatok létrehozni, uh-huh. Mind a ketten ugyanazt hozzátok létre, az lájk-e alakul. Oké, okay. Jó. Abban a pillanatban. Később át lehet variálni, csak a létrehozáskor ez történik. Jó, jó.
Jó, van még valaki a cica? Én is trustot szeretnék animálni. Jó, hogy bízzon benned. Ő viszont erre azt mondja, keressünk valamit, hogy ő is stressztol téged, és akkor lájkolni fogjátok egymást. Jó. Jó. Végeztünk? Mindenki megvan? Igen. Jó, akkor Dream-et számolunk. Bónusz screening pontjaimhoz a megismert szereplők is hozzájárulnak, vagy csak a csapattársak a számolásba? Kérdezted is a connection mindenkit. Jó, jó, kérdeztem, csak akkor még nem volt az a kisgyerek, kislány, jó, akkor még azok is, jó. Ők viszont most nincsenek jelentett tőlük, most nem kaptok. Oké. Okay. Tehát a következő jelentben tőlük már nem kaptok, mert nincsenek benne a jelentben. Hát az akkor egy... jelölöm meg, tehát őt növelem fel. Uh-huh. Right, csak mondom neki. Jó. És mi a kapcsolat típusa? Like. Hanyasra növeled? Kettesre. Azt meg lehet. Jó nyakam. Na. Jó. Én is költenék 5 dream pontot arra, hogy én is a farkas felé növeljem egyen. Uh-huh. Az mennyi lesz? Like 2. Jó, az lehet. A farkas növel egyet a madár felé, mert vele beszélt a legtöbbet. Uh-huh. Tényleg. Ott rivalizálás van, ugye? Igen. Nem beszéltem sokat a madárról. Farkas, nem a kutya. Abban nekem nincs beleszólásom, hogy ti mit növeltek. Jó, ezzel is végeztünk? Uh-huh. Igen. Jó. Nem növelek. A jelenetben arra figyeljetek, hogy a gyerekek nincsenek jelen, tehát a tőlük jövő dolgokat nem kapjátok. Persze. Uh-huh. Viszont a farkastól kaptok. És a farkas azt mondja, a kutyának válaszul, aki röpköd, aki viszont jó lesz, ha leszáll, mert elmúlt a röpködés, csak nem újítja meg a madár, mert az egy jelenetre vonatkoznak az ilyenek mindig. Persze, hogy leszállok. Jó, azt mondja neked, hogy igen, a gyerekeket távolról néztem, amikor játszottak. Nem akartam, hogy észrevegyenek közben, mert megrémültek volna. Pedig én soha senkit nem bántottam. De azóta is aggódom, hogy esetleg, amikor összetörte azt a szobrot, akkor esetleg megütötte magát, és megsérülte amiatt a szobor miatt. Nem sérült meg, ő nagyon jól érzi magát, ő inkább attól fél, hogy mérges lesz erre, mérges vagy rá. Gyerek? Farkasnak. Gyerek, igen. Nem, mert miért lennék mérges? Hát az csak egy buta öreg szobor. A néha ott játszadozó gyerekeken kívül soha senki nem foglalkozik vele, engem se érdekelt, soha engem az erdőm érdekelt, és szerettem nézni, hogy a gyerekek játszanak, de mindig csak távolról lehetett. És egyébként, amikor ezt így mondod, hogy nincsen semmi baja a gyereknek, akkor eláll az eső. Állatos. Végre eláll az eső. Én így kutyásan megrázom magam, így mindenhova víz megy, meg nem tudom. Jó. Tulajdonképpen mi jöttünk ki, hogy tolmácsoljuk bocsánat kérését felét? Nincs szükség bocsánat kérésre egyáltalán.
nem haragszom. Rá csak aggódtam, hogy esetleg megsérült a szobrom miatt, és nem, viszont ti is tudjátok, hogy a mi istenek nem hagyhatjuk el azt a területet, ami a miénk. Hát én itt jön el a kiskutya naivitása, hogy tudják már, hogy kik vagyunk, megmutattunk neki. Szerintem, hogyha legközelebb jönnek, szívesen játszana vele, mint bármely kislányval a kisfiú, Nako meg Mitsuko. Így csóválom közül a farkamat. Öreg farkas vagyok én már ehhez. Én nekem bőven elég, ha nézhetem az ilyen kis lurkókat a távolról a fák odvában pihenve játszani. Csak aggódtam, hogy nem jönnek többet az erdőmbe. Rászólok a kutyára, hogy hogy lehetsz ilyen buta? Az előbb mondta a henge, hogy az emberek buták. Nem fog merni visszajönni. Még a hiperboláimat sem érti a gyerek. Egyébként egy apróság, teljesen jó, amit mondtál, Isten. Tehát Isten felszóltam neki, hogy nem henge. De annyira el van telve a saját okosságával, hogy nem figyel másokra. Úgyhogy megint csak legyintek a macska a madár felé, és a farkas felé fordulok, hogy akkor az eső is azért esett, mert ennyire aggódtál. Igen, valahogy ki kellett adnom magamból. A farkasok nem tudnak sírni, a szomorúak, és úgy látszik, hogy az erdőm sírt helyettem. Na hát, hogy én reagálnék a madárkára, így szomorúan nézek rá, lehúzom a fülemet. Én nem akartam semmi rosszat, de hogyha már tudják, hogy kik vagyunk, akkor szerintem őt is elfogadnák. És nem vagyunk buták, még csak 10 évesek a gyerekek. Nem mindenki tudja, mi ez a hiperbola. Na, ne arra, hogy nem azért tisztelnek, csak tényleg nem mindenki. És így hajtom le a fejemet, és így... Jó. A farkas isten azt mondja, hogy mondjátok meg annak a kisfiúnak, hogy igazán semmi gond, és akkor mennek a szentélyemhez játszani, amikor akarnak, csak vigyázzanak a szobrokkal, mert az egész szentély nagyon régi már, és öreg, és a többi szobornak is könnyen leulhat a feje. És nagyon könnyen megüthetik magukat, és ha valamiért nem jönnek játszani, akkor ne tőlem féljenek, hanem attól, hogy a saját mának szóló emberi épületeik, azok nem szólnak, azok már csak az apjukat szolgálták ki, és őket nem fogják már. Ezzel a farkas isten így fogja magát, megfordul, tesz néhány lépést, de hogyha valamelyik ötök, egy pillanatra kikerül így a látószögetekből, és ha valaki követni próbálja, akkor már nincs ott. Uh-huh. Ó, pedig én még utána szólt a kutya, hogy várj, hogy hívnak? De akkor nem válaszol. Így hallod, hogy Irugó. Az én nevem Polyó, így mondom neki utána. És a következő pillanatban már nagyon-nagyon távolról, már valahonnan, tehát így, és mint a több helyről is, de lehet, hogy sehonnan így hallotok egy ilyen farkas honítást, amit a kutyák megértik leginkább, tehát hogy ők még értik ezt a saját nyelvüknek ezt az ősi és nemes változatát, és igazából ez a vonítás, ez egy ilyen öröm kifejezés, mint amit a farkasok egy
nagyon jó vadászat után szokták megtisztelni vele a vadat, amit elejtenek. Én öröm, én észreveszem, hogy örül, megcsóválom a farkamat, és így ugatok kettőt, így vakkantok boldogan. Úgyhogy olyan szépen mondjuk, én nem is tudok, folyó. Jó. A jelenet itt véget ér, az utolsó jelenet fog következni, ezt el kell mondanom, mint mesélő, és ahol a gyerekekkel tudtok majd még az eső után váltani néhány szót. Viszont erre még számoljuk össze, hogy ki mennyi pontot tudott gyűjteni. Én nem kaptam szerintem valami sokat. Kicsit túlságosan szétszabdaltam a jeleneteket, de nem baj. Egyet kaptam, ha jól látom. Én is egyet láttam. Jó. Valaki tud valamit kezdeni? Egyébként az utolsó jelenet után a dreamek el fognak veszni, amit nem költöttek. Utolsó jelenet után is el lehet még költeni a dreamet, de ami nem költődik el, az elveszik a mese után. Jó, az utolsó jelenet következik. Visszaértek a gyerekekhez, és a gyerekek azok így a lépcső alján ülve, ami fölé belóg a veranda, és így nem ázott meg így, csörnek, így ingatják a lábukat, isznak valamit, a felszálló gőz alapján valami forró kakaóital lehet, és így a erdő felől, így a távolban kialakult eső utáni szivárványban gyönyörködnek. Én boldogan futok feléjük kutyus alakban, és ugatok. Jó, hát a kislány az egyből félreteszi az italát, így felpattan, és ez a kutya, és ez az ölelésvárós, kutyavárós testtartásba várja, hogy így becsapódj, és így jól megölelgethesd a vizes, saras, levélcsimbókos bundáddal. Én is besétálok, dörkölözködve, megyek a másik gyermekhez. Oda mész a fiúhoz? Igen. Jó. Iszogatja a kakaóját, és így egy nagyon finom kis mozdulattal, így a kis ujjával cirógatja a macskát így az álla alatt. Kedvességként, a másik kezével pedig fogja a kakaós begréjét. Lazán zsebretett kézzel sétálok, és így messziről mosolygok a jeleneten, hogy na, ez így mennyire tök jó már ahhoz képest, hogy honnan indul. Ja, még mindig este van, úgyhogy mindig ingyen tudtok formát tartani. Én már hát a kisfiú alakban, nekem az teljesen jó. Ugye szegény teljesen összecsarasztam, megijedek és átalakulok ilyen farkasfüles formába, és mondom neki, hogy ne haragudj, és így próbálom letörölgetni kislányról a sarat. Jó, hát ezzel nagyon sikeresen eléred, hogy a emberi formádat is összesarazod a kislányról. Én szeretnék egy pegykát elterjeszteni 10 pontért. 10 pontért? Jó. A városban szárnyra fog kapni egy teljesen légből kapott pletyka. Ja, de én mondom meg a pegykát, nem? Igen. De szára fog kapni, és teljesen légből kapott lesz. Igen, igen. Azt akarom, hogy szára kapjon, hogy a felnőttek elhanyagolják a régi szoborcsoportokat, amelyeket fel kéne újítani. Mert így biztonságosabb, és békésebb, és meg így illendőbb is. Tehát, hogyha a szobrokat renoválják, meg ilyenek. Jó. Jó, ezt gyakorlatilag így besuttogod a szélbe, és a szavaid azt tudod, hogy így a piacon beszélgető öregasszony, kis gyümölcsárus öregasszony fülébe is el fognak jutni, aki tovább fogja mondani az összes fiatal anyukának, aki a nála veszi reggel a gyümölcsöt a gyerekek uzsonnáiba, aki ország otthon el fogja mondani a férjének, miközben uzsonnát csomagol. Úgyhogy ez így
működni fog. Aztán majd hosszú távon lehet, hogy lesz valami hatása. Ez ugye egy aránylag komolyabb varázslat volt már. Igen. Ki szeretne még valami cselekedetet? Ki nem volt még? Mindenki mozzargott még valamit. A kisfiú azt mondja, a macskát cirógatva, így a szürkéhez fordulva, aki ugye addig a legsegítőkészebb volt korábban, így mondja, hogy sikerült megoldanotok? Bocsánatot kell kérnem tőle? Kicsit így reszket, ez egy kicsit így fél, hogy jó ég, el kell menni a farkashoz, és az félelmetes. Hagyja, akkor nyugtatólag így a vállára teszem a jobb kezem, és kicsit így meg is paskolom, hogy nyugodt. Ahogy te szereted leginkább. Semmi probléma nincsen. Tudod, miért esett az eső? Mert aggódott, érted, hogy rád esett a szobor. Nem érdekli őt az, hogy mi lesz azokkal a régi szobrokkal, csak az érdekli, hogy nektek ne legyen bajotok. Hogy szeretném minél többet mennétek oda játszani. Közben szólok én is, hogy igen, csak mondta, hogy vigyázzatok a szobrok körül, Irukónak hívják, és szeretné, hogy nem csak ti, minél több gyerek jól érezze magát, csak tényleg nagyon aggódott, úgyhogy vigyázzatok a szobrokkal, jó? Közben így törölgetem a kislányt. Mm-hmm. Jó, hát a kislány közben így törölgeted le, így aggódva, hogy összesalasztod, egy idő után megelégeli, és így belelök téged a sárba. Nézek rá, hogy ilyen nagy kutyus szemekkel, lehúzott fülekkel, hogy érződjön rólam, hogy most rosszat csináltam. Így nézek rá. Hát, sejted, hogy tehát, így kezdted letörölgetni a sarat róla, így te is saras lettél, és így kacagva, tehát így mosolyogva lök bele a sárba, tehát lehet az se benne, hogyha viszonoznád, és... Lök vissza. Vagy... Jó, hát akkor elkezdem csóválni a farkamat, elkezdek mosolyogni, és így, hát így, direkt így a két kezemet így jól belemélyeztem a sárba, kicsit összekenem magam, aztán megint, és így ráugrom, és így ölelem. Jó, hát ti elkezdtek így hemteregni, a fiú így köszönettel tekint a Gürejre, aztán így végignéz a két hempergőn, és így annyit mond, hogy lányok. Sose fogom megérteni őket. Meghallom, és így ölel, ilyen kinyújt, kitárt karakkal egy ölelés, így próbálok felé menni, föltápászkodom. Jó, hát félreteszi a kakaóját ő is, és így lassan elkezd távolodni, tehát ilyen ebben a kötelező megilletődésben, hogy most ő is el lesz áztatva a sárral. És akar még valaki valamit mondani? Igen, az, hogy kukák, és elrepülök. Jó, ebből igazából mindenki, aki ott marad, az valószínűleg a végére fülig sáros lesz, és utána rendkívül higiénikus körülmények között megosztoztok egymáson a kakaó és bögrék tartalmán, amiben meglepő módon forró kakaó van. És még a macska is szereti, mert nincs meg az a hátránya, hogy nem bírja a forrót. Ja, főleg azért mentem a fiúhoz, mert itt a kakaó. Kapsz is belőle a végén. Jó, összegeztünk még egyszer pontot. Egy mesélő. Ez a mindenki, ezt gondolom rám is vonatkozik, az 2. 3. 4. Az az üres plusz 1, az kire vonatkozott a Gurai alatt, ott a 22-21-nél? Fogalmam sincs, ha valakinek hiányzik egy, akkor behúzhatja. Jótékonyan felajánlom amúgy is. Van 6 pontom. Kinek milyen kapcsolata van a gyerekek felől? Nekem egy-egy.
növeltem volna. Nekem, hát nekem kettes a Mitsuko felé, aki négyessel van felém, és egyes a lány felé, aki kettessel van felém. Mm-hmm. Nekem kettes a lány felé, ő is felém kettes, és nekem egyes a Mitsuko felé, aki felém egyes, és mindkettő like. Mm-hmm. Nekem egy-egy. Mitsuko mm-hmm. felé egy-egy, a Naku felé, meg kettő-kettő. Ja. Szerintem most a lány fog, mivel ők játszottak sokat, a Poyo felé egyet növelni végén. Na, szerintem a játék végén csináljuk meg a mentést, mert csak hogy lássátok, hogy mi a karakterfejlődés a játékban az, aki még nem játszott. A dream pontokat el tudjuk még költeni, miatt azokat elveszünk? Én, azokat én is most költöttem el, tehát hogy egyenlőtt feléd a kapcsolata a lánynak. Uh-huh. Viszont amit nem költesz el, az elveszik. Én növeltem kettes lánykra a Gurenét meg a Naruét is, és akkor elköltöttem az összeset. Én pedig a farkas isten felé neveltem egyesről kettesre az admirációmat. Ő felé azért most nem engedem, mert nem volt benne a jelenetben. Oké, akkor a Nakó felé. Jó. Lány felé? Vagy aha, a... és akkor hettes lány. Aha, igen, a Nakó a lány. Jó. Mire költöd? Én egyet a madár felé szeretnék, egyet a fiú felé. Jó, írjátok fel a madár és jegyezze fel. Jó, most a játék végén egyelőre elmondom, mi fog történni. Törlődni fog minden kapcsolat, kivéve a város felé. Viszont maradnak utána nyomok, a kalandok után emlékek és szálak maradnak. Az emlékek úgy alakulnak ki, mint a feeling kicsit. Összeadjátok, hogy mennyi pontnyi memoritok, tehát emléketek van. Ez abból jön ki, hogy felírtok minden értéket, ami a kapcsolatok mellett szerepel, akár felétek, akár felőletek megy, kivéve a várost, illetve a kutyánál, ami volt, azt nem. Tehát a kutyának van az a Love Everyone-ja. Az igen, nem, azt nem. Nem. Oké. De egyébként az összes kétoldalú kapcsolat kivéve a várost. Mert a városnál nem. Azok számügyileg kiadnak egy szummát, annyi memorit kaptok. Ja. De az csak egy számú memori. Oké. És... Oké, mi összeadtuk. Akkor most törüljük ki az összes kapcsolatot? Várjál! Ezek után létrejönnek szálak, amiket Reednek nevez a szem a játék. Ez abból áll, hogy minden kapcsolatot, kivéve a várost, illetve kivéve az Everyone-t a kutyánál, felírjátok azt, hogy milyen típusú volt, de azt, ami felületek indul. Tehát, hogyha te most így a Matyi karakterlapját nézem, ő felírja, hogy tiszteli Narut, kedveli Güreit, bízik Poyóban, tiszteli akarja Mitsukót, kedveli a Nakót, és tiszteli, elismeri a farkas istent. És értéket nem kell írni, ugye? Értéket nem, a Trid-nek nincs értéke. A memory későbbiekben egy omnipotens előforrás, bármikor tudod költeni feeling vagy wander helyett. Tehát gyakorlatilag a memory az soha nem költődik fel, kicsit olyan, mint a Shadowrun-ban a karma. Hogy bármikor tudod költeni, mint ilyen egy alkalmas, ilyen boostot, egy próbára.
A trade az úgy működik, hogyha egy későbbi kalandban találkozol valakivel, akivel volt szállad egy korábbi kalandból, akkor egyel erősebb kapcsolatról indítasz vele, hogyha töröd a trade-et. Tehát akkor a szál visszaalakul kapcsolattá. Ha nem töröd a trade-et, akkor a kaland végén újabb trade jön létre, és akkor később akár kettőt is tudsz belőle törölni, hogy kettővel erősebb jön létre. És ha oda-vissza ötös erejű kapcsolat jön létre valahol, az egy ilyen joker, az csillaggal jelzi a játék, abból egyből dupla trade jön létre. Az az igazi karakterfejlődés, mert akkor ugye egy kalandból kettővel nő. Az... Akkor most csak a saját az, hogy én mit érzek, azt kell felírni, ugye? Igen, de a Like Everyone meg a város nem. A Matyi az már is szépen adminisztrálta. Jó, többiek, ha Matyi egyébként korábban belinkelte a karakterlapját, és az övé most jó szóval arról lehet lesni. A Wonder, a Feeling és a Dream viszont nullázódik a mese végén. 49 feeling nem volt. Mert soha nem csináltál semmit. Ja. Nekem Wonderből volt nagyon sok, mert kb. Kétszer használtam összvisz. Hát, ezek arra valók, hogyha valamit akarunk csinálni, akkor legyen mivel. De alapvetően elég könnyen halmozódik a játékban. Egy minimális korlátot szabnak csak, főleg egy ilyen nagyon... Viszonylag rég meséltem ezt, néhol kicsit akadoztak is a szabályokban, és ezt a mesét egy kicsit túl sok jelenetre szabtam, egy kicsit kevesebbre kellett volna, de alapvetően nem volt ez szabálytalan, legalább, és remélem, hogy mindenki élvezte a játékot amúgy. Uh-huh. Igen. Remélem, hogy mindenkinek egy kellemesen telt ezzel a húsvéti játék alkalma. Kár, hogy nem nyúl voltam. Számítottam rá, hogy lesz egy húsvéti nyúlunk, és végig ezen fogunk poénkodni. Remélem a rendszer is mindenkinek nagyon szimpatikus, és nagyon színmelengető volt a mese. Yeah. Ez volt az első alkalom, hogy nem a hivatalos két próbamesét meséltem, hanem ez egy saját történetem volt. Adta a hangulatot. Jó volt, én élveztem. Jó, hát akkor elérte a célját. Ennek a játéknak nincsen több célja, mint hogy kellemes, jó szórakoztató, szívmelengető történetet adjon át. Próbáltam jól adni a naív, kedves kiskutyát. Nem sikerült, mert aranyos voltál. Kicsit tartottam tőle, de a kor miatt, hogy ilyen 9-13 éves. Én a Hanabit nem vágom, mert én nézegettem a hátrányokat, de ilyen snob tudálékosság fej, bocsánat, de nem szó szerint érthető, tehát ilyen nem volt, ez honnan jött? Tetszett? Tehát a Matyi már nagyjából vágja. A Vinnie a Veréb című magyar animációs filmből vettem az egészet. Aha. Most nem az volt, hogy... Én a naivságomat használtam fel a hátrány, de ez neki a hátrányát leszámítva a saját személyisége volt, szóval ez nem abból jött. Ja. Ugyan, rajszint. Mondom, hogy ha valaki kíváncsi erre, fönn van a YouTube-on, ingyen meg lehet nézni, írja a velét valami 90-valahányas rajzfilm, én egy fél éve néztem meg újra, és valami fantasztikus, kiskoromban imádtam. Vagy tessék, ez biztos van. Nem? Maximum az újszülöttek. Ja. Én is néztem egy olyan kb. 15 évig nem láttam, szerintem legalább, és úgy tudjátok, az a sok, amikor visszajön valami a gyerekkorodból, hogy Én a izével voltam így, amit elkezdtem legutóbb egyszer ilyen hirtelen felindulásból, vagy 30 részt megnézni, az egyszer voltok. Tehát az egyszer volt ennek a... Vannak benne egyébként így felnőtt fejjel nagyon érdekes dolgokat lehet kiszúrni ilyen rajzfilmekbe, tehát a jó rajzfilmek, azok felnőtt fejjel érdekes dolgok vannak elrejtve. Tehát
nekem az ilyen tapasztalatom a legérdekesebb az volt, amikor a unokahúgom tanulta a János Vitézt, és az első verszakot kellett felolvasnia, és akkor én mondattam fel, mert éppen én vigyáztam rá. És így hallgatom, és basszus, kiskoromban itt totál azt hittem, hogy a banya az ugye tényleg egy mennyire rossz a János Vitézbe, de az a sztori ott tényleg arról szól, hogy a János Vitéz meg az Iruska végig kefélték az egész napot, és a banya az ki volt akadva, hogy nem lett kimosva a ruha. Hát így felnőtt fejjel, így teljesen megláttam az ő szempontját is a sztoriban. Ez jó. Az, ha valaki újra jól azt a verseket, azokat végig kefélték az egész napot gyakorlatilag. Ezt, hogyha valaki esetleg valaha végighallgatja ezt a játékot, akkor mint egy utólagos rövid verselemzést megkaptam most bónuszba. Miről szól az a János Vitéz verszak, amit mindannyian felmondtunk szerintem általános iskolában? De örülök, hogy mindenkinek sikerült adnom a játékot. Bevallom, egyébként nem néztem át a szabályokat, mielőtt elkezdtem mesélni. Utoljára akkor vettem elő, amikor legutóbb meséltem Szabolcsnak. Úgyhogy szerencsém van, hogy ez tényleg egy nagyon egyszerű rendszer, és fejben tudtam tartani, mi hogy működik benne. Uh-huh. De, amúgy egy, nem tudom, hogyha ennyi ideig pihentetnék egy D&D-t, akkor biztos nem tudnám utána így elővenni. Mit akartam még? Jó, hát valamikor, hogyha még gondolom fogok Golden Sky Story-t mesélni, de ezt viszonylag ritkán tervezem csak elővenni, mert nem az a fajta játék, amit heti rendszerességgel lehet játszani. Hát ez időnként egy élmény, de hogyha megint előveszem, akkor megint lehet majd biztos hozni a mostanra hozott karaktereket. Gürelynek meg kifejezetten sok memória lesz szerintem, mert neki legutóbbról is maradt. Akkor nem számoltuk össze, bevallom őszintén, ezért az elmaradt sajnos. De akkor most már van. De a trédek se lettek felírva? Nem foglalkoztunk ilyenekkel. Egyébként... Ja, nem. Azt hiszem a TXT-be az előző kaland maradványai le vannak írva, úgyhogy elképzelhető, hogy össze tudnánk számolni, de nem tettük meg. Azt hiszem, hogy valami más volt a befejezés, hogy majd még fogjuk folytatni, és akkor majd összegzünk. Aztán nem lett belőle egyelőre semmi. Aztán volt egyébként egy mesetervezetem, amire akkor nem találtam játékot, vagy játékost, azt elvetettem, ez egy nagyon más sztori, mint amit alapból akartam azután, tehát ezt körülbelül tegnap előtt találtam ki. Ezt a történet szállata. Golden Sky Stories-ban az, ami engem mindig meglep, meg első játékos is szerintem meglepi, hogy körülbelül annyi benne a történet maga, mint ami egy más szerepjátékban a questnek a felvétele lenne. Tehát amikor azt hinnéd egy másik játékban, hogy most kezdődik a kaland, akkor itt már végeztél. Tehát körülbelül ilyen arányokkal dolgozik, olyan apró cseprő problémákkal. Tehát az, hogy itt bemeséltem egy istent, ez már majdnem a legmagasabb epic level volt, ami a játékban létezik. Jó. Nem, mert azoknak, akik először játszottak vele, azoknak így jó volt mézes madzagnak. Nem. Múltkor nagyon jó volt az a sztori, amikor az iskolába bohózkodott. Az az még alapkönyves volt, igen. Igen. Ugye abban nem volt Isten. Meg... Az kifejezetten, tehát úgy működik a játék, hogy jelenetenként a mesélőnek 10 wonderje és feelingje van, hogyha nincsenek misztikus dolgok érintve a mesében, és 20, hogyha vannak. Most nekem 20 volt, de gyakorlatilag korlátlan, mert ugye végig egy isten állt a dolog mögött. De ha nincs semmi misztikum benne, akkor is teljesen jól működik. Sőt, azok is nagyon aranyos történetek szoktak lenni, csak már be akartam vonni egy kicsit egy ilyen misztikus vonalat ebbe, mert
izében annyira nem erős. Mondjuk az első kaland is kicsit olyan, ott ugye egy róka henge van. Az, arra hasonlított kicsit ez a kaland, mert neki is ilyen, ő is kicsit bánatos, meg elhagyatott a szentélye, de őnek ilyen miatt kifejezetten szomorúsága van ott abban a történetben, hogy el van hagyatva a szentélye. Itt ezt a farkas istent próbáltam egy kicsit más szemszögből megközelíteni, már amennyit szerepelt. Ennyi pont elég volt. Szerintem. Ja. Jó, örülök, hogy mindenki élvezte a játékot, majd még ha alszotok rá, akkor úgy is kérdezzelek róla, mert ilyet szoktam. És akkor most leállítom a közvetítést, mert eddig nem tettem. Jó ét mindenkinek! Bye! Szépen! Jó ét! Jó éjszakát!